Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, a hét utolsó munkanapja. Legalábbis nekünk, nem tudom, hogy ki most dolgozza, nem dolgozza, múlt héten dolgozza, jövő héten dolgozza, nem tudom, hogy most egyetlen le kell-e. Ezt nem, ugye? Mert ez nem a négy naposból a keddi ünnep hétfő semmi, csak megadják, hanem ez ott a hétfőt kell így. Ott a hétfőt kell, itt igen. Igen, azért az már szép lenne, hogyha a halottaknak is le kellene dolgozni. Megbújdul az ország, tessenek vigyázni, tessenek odafigyelni, ha tudják, akkor tolják el egy héttel. Én mindig ezt mondom, mert ilyenkor mindenki elindul, nem lehet parkolni a temetők környékén, egyébként az odavezető utak járhatatlanok. Az egy dolog, hogy igen, hogy nem lehet parkolni, de hogy ugye a kimutatás szerint rengetegen ülnek olyan autó, olyanok autóba, akik egészében nem vezetnek. Tehát, és az életveszély. Életveszély. Tehát szerintem a temetőbe kimenni bármelyik nap a sokkal alkalmasabb egész évben, mint a holnapi. Így. Nem? Tehát, hogy abszolút mértékben egyet kell, hogy ez nekem egy picit egyébként fura is, nyilván kell egy nap, amikor az ember kicsit megerőltetve azokra gondol, akiket elveszített, bár nem tudom, hogy ez igazán naphoz köthető, hiszen nem akkor gondolsz rájuk. Tehát, hogy de persze értem a hagyományt, meg tudom, hogy mi az ünnep, meg miről szól. De hát holnap temetőbe menni, az szerintem életét kockáztatja, aki ezt megteszi. Rengetegen ülnek autóba, nem tudnak vezetni, és ugye elindulnak. Idősebbek is, akik egész évben nem használják az autót, de most úgy érzik, hogy el kell indulni. Nyilván érthetően, hiszen szeretnék meglátogatni rokonukat, de hát holnap szerintem jobb nem autóba ülni. Vagy legalábbis nem menni. Okosban. Nem arra menni. Lesz tumultus mindenhol, az egészen biztos, és tökéletesen igazad van. Az év közben is kell gondolni a halottainkra, és akkor ki kell menni havonta egyszer, hogyha megtehetjük, és akkor ugyanúgy el lehet intézni ezeket a dolgokat, meg az ember lélekben tud emlékezni azokra, akiktől már el kellett válnia. Nyilván a halottak napja az elsősorban olyankor azoknak szól, akik az ország másik végébe utaznak, és akkor ilyenkor mondjuk érthető. Igen, csak ugye nem vezetnek, az a baj. Tehát itt kívánnak egy gyakorlatból, és azért ilyenkor nekiindulni egy több száz kilométeres útnak, azért az meleg. Mondjad, mit akarsz mondani? Ugyanezt. Hogy? Egyébként áll egész évben az autó a garázsban, hetente egyszer kihozzuk a kiskertbe, lemossuk, járatjuk egy kicsit az autót, és akkor ilyenkor, na mama, Győrből menjünk-e Békés Csabára. Hú, nagyon veszélyes. Na igen. Így van. Győrből menjünk el, moson Magyaróvár. Mi volt ez a sok hepatitis fertőzés? Ezt hallottátok? Csak érdekelt a hír, csak egy félfülre hallottam. Karolina, neki tudnak a híreim? Persze, itt vagy a mindig direkt nekünk. Mi hepatitis A, B vagy C? Ez az alsó Szabolcs megyében. Uh-huh. Mit csinálnak a szabolcsiak és a hepatitis együtt? Ilyen kisfilmeket csinál mostanában az ottani. Azt tudom, igen, de nem hepatitisról. Másról csinál. Mi hepatitis járvány tört ki Szabolcs megyében, csak érdekel, hogy melyik. Hepatitis A, B vagy C, ugye mindig máshogy terjed. Melyik a szexuális úton terjedő tört ki, mert akkor legalább szórakoznak közben. Valami vérrel, ugye a C az adható át a legnehezebben. Valami bizonyos kagylókban is megvan már, azt hiszem az az A. Na mindegy, nem írja, csak az, hogy hepatitis járvány tört ki, csak azért ez érdekes, hogy ez így hogy tör ki, meg miért. Mit van? Srácok, hát ugye Halloween lesz. És arra gondoltunk, hogy ma földobunk ránk egy kis maszkocskát. Az elkövetkezendő másfél-két órában találtam az interneten egy nagyon jó kis házilag is elkészíthető sztorit. Nagyon jól néz ki, teljesen idegbeteg, elmebeteg és irgalmatlan ijesztő dolog, és ehhez kaptam még kiegészítésképpen egy kis kontaktlencse szettet. Sárga? Igen, tehát úgy fog gyakorlatilag kinézni, mint egy dühkóros. Figyelj, rá a kalapka, hogy te ezt bevállaltad. A 28 nappal későbben. Az tényleg. Volt már kontaktlencse a szemedben? Nem, de száka már igen. Akkor ugyanaz. Százas szög. Ugyanaz. De jobban láttál tőle. Igen. Hát sose felejtem, mert 17 éves vagy 16 éves voltam, amikor kitaláltam, hogy eljött az idő, hogy én a szemüveget, hogy gyűlölöm. Egyébként nem, azóta már nem, de akkor így volt bennem egy ilyen, hogy hát, ha kipróbálom a kontaktlencsét, és akkor még ugye kétfajta van a lágy, meg van a kemény kontaktlencse, de akkor még csak a kemény volt, vagy legalábbis én ahhoz az én szememre csak olyan lehetett csinálni, hát gyerekek, azt a szenvedést te azt nem tud elképzelni. Borzasztó volt. Azok, mert azok hát még nem voltak ilyen jó minőségűek, ma már nagyon jók vannak, a puhákból, meg azt egyszerűen észre se veszed, beteszed,
Má ott maga az van, hogy ugye az egyik kezeddel, a bal kezeddel fölfelé igen. húzod a személy, az jobban lefelé, és ide fölteszed a mutató ujjadra a lencsét, és közeledik egy rettenetes méretű új a szemgolyódhoz. Amin van valami, van egy ilyen kék színű sztori, és akkor egyszer csak így rápattintod a kis lencsécskét, majd egy teljes órán keresztül ülsz könnyezve. És nem érted, igen. És egy pislogsz, mint az állat, úristen, valami belement a szemedbe, és semmit nem látsz. Na hát ez volt körülbelül. De jó, itt abban de is biztató. Egyelőre. Nem, ezek már jók. Ez, amit te kaptál, ez pedig ilyen nagyon-nagyon vékony anyagból van, ezt észre se fogod venni, de úgy lesz, hogy a jobb szemedbe a balás fogja betenni a balba még. Jó, ez jó. Ez jó mindenképpen. Ez mindenképpen jó. Így van, így van. A teruntilan az oké, Balázs meg nagyon bízom. Nem, ő nyelvvel fogja fenni. Ja, igen, nem, térdel fogja betolni. Úgyhogy ez jó lesz. És milyen a maszk? Hogy fogsz kinézni? Hát elég jó, gyakorlatilag úgy, mintha szétnyílt volna az arcom. Baltával vagy? Nem, hanem kicsit durvában cipzára. Jó, mintha lenne rajta. Persze, tehát hogy ez egy nagyon bizarr kis történet. És ugye, a folyadék az miért van? Az azért van, hogy ha hátra csúszna a lencse a szemed mögé, akkor nagy nyomással azt belespricceljük, és a másik oldalon kijön. Na, elnéztem. Szerinted ez hihető? A nedves, az műkönny, nedvesítés, hogyha elkezdenek kiszáradni a dolog. Na most ugye az van... Abba van? Az van, hát abban van, az egy folyadék, hogy ne száradjon ki. Most azért érdekes a dolog, mert így sminkelés előtt szoktuk föltenni a kontaktlencsét, ugye, mert utána, ahogy húzod a szemhéjadat, akkor szét fog mosódni a smink. Tehát te itt fogsz ülni 2 órát sárga szemmel, és kifolyik közben a szemed. Még mindig akarod? Jó, hát szokjátok a fertőzött látványomhoz. Ja, és vörös lesz. A vasárnap estére így fog lüktetni a kép. Na, az hát nagyon jó. Jó, csupa jó hír. Mit akarsz még hallani a kontaktlencsére? Nem, egyébként nem szörnyű, aki szeretne magának, mert kényelmi szempontból, vagy hiúsági szempontból nyugodtan most már jók vannak, aki bírja. Én gondolkoztam rajta így most is, de én már mesztelenül érzem magam szemüveg nélkül. Nagyon vicces. Aki? De egyébként jól is áll. Nem, mert így szoktál. Na jó, nem, de hogy egyébként megszokta az ember. Nagyon kedves, hogy ezt így bedobtad így az elejét. Egy kedvenc főszerkesztőnk bent a televízióban, szintén szemüveges, és amikor ő leveszi a szemüvegét, akkor mindenki így, ki ez az ember? Tehát, hogy annyira megszoktuk már, hogy ott van a fején a szemüveg, és nálad is egyébként. És szerintem a szemizmaid is hozzászoktak, nem? Akkor mindig olyan baksinak tűnnek a szemüvegesek, amikor leveszik a szemüveg. Ez lehet az oka. Egyébként igen. Ez lehet az oka. De ami sokkal rosszabb egyébként, az, hogy úgy érzed, hogy nincs rajtad valami. Ruha. Hiányérzeted? Igen. Én úgy búvárkodás közben szoktam néha használni a kontaktlencsét, ott ugye nyilván nem mondta, egyébként is fürdőgatyában állsz, de hogy annak idén egyszer-egyszer kipróbáltam, és mész valahova, és hogy biztos nincs rajtam valami, így nézed magad, aztán tök egyszerű, csak a szemüveg nincs. Hogy nem egy nagy durranás. Arra érdekes, amikor az ember így hozzászokik valamihez, ami a testének, az életének a része, és aztán így hirtelen így vagy időszakosan tűnik el, vagy pedig teljesen eltűnik az életéből. Én ugyanígy voltam a hosszú hajammal annak idején, amikor éveken keresztül mindig hátra nyúltam, hajgumi, cof. És akkor letolattam a hajamat, mert már, vagy hívják, kezdett igénytelenné válni, akkor utána még hónapokig mindig nyúlkáltam hátra. Igazítod a cofomat. Hogy megigazítsam a cofomat, és hogy hello, hol? Ustam, elhagyom. Meg olyan szellős a hajad, nem? Igen. Ugye olyan furán érzed magad, tudom. Igen. Na van egy nagyon fontos kérdésem viszont hozzád, Balázs. Na, figyelek. Mi van a moszkvai csomaggal? Nem tudtam kijuttatni. Nem? Nem. Gyerekek, nem, egyelőre nem. Úgyhogy már feladtam. Csak tegnap volt aktuális. Ja, és ma már nem mehet. Ma már nem jó. Akkor átalítottátok az időzítőt? Hát legalábbis nem. Nálam robbant a kertbe. Ja, hagyott maga után egy bomba töltsét. Sajnos sem indult, úgyhogy egy... Halastó lesz belő. Egy óriási kráter van most a kertünkben. Nem sikerült kijuttatni. Nem. Nagyon sok felajánlás érkezett, visszahívtunk párat, nem volt jó, nem akkor, nem úgy, nem abban a formában, nem így, nem úgy, úgyhogy... Nem tudtál volna megvenni egyet a Solium gépei közél? Vagy lézingelni? Az most is ráérnek. Ott állnak való London mellett, Angliában. És ott áznak az esőben szegények. Igen, még mindig Solium felirat van rajtuk, most láttam. Szóval, hogy nem ment ki a csomag. Nem jutott ki. De csak tegnap lett volna. Ma már bárki megy Moszkvába, ne írjon. Ma Belgrádba kéne egy csomagot kijuttatnom. A változásokat. Utána pedig Tesszalonikibe. Jó, úgyhogy ha valaki megy Belgrádba, akkor az írjon mindenféleképpen. Belgrádba ritkábban mennek emberek, mint Moszkvába? Nem, szerintem gyors. Belgrád? Igen?
Hát, miért? Tudja a fene. Moszkva egy ilyen nagyon kedves. Van Budapest Belgrádunk? Kocsival. Szerintem közvetlen járat nincsen. Közvetlen járat nincsen. Vagy tudja a halál, de nekem olyan furán hangzik. Bár már Kolozsvára is van például közvetlen járatunk. Az számomra örömtelőbb, mint Belgrád, de akkor lehet, hogy Belgrádban is. Aha. Na mindegy. De neked csak repcsivel jó? Nekem csak repülővel. De most mi, ha valaki beül egy kocsiba és elmegy Belgrádba? Beül egy katamaránba. Csak repülő. Csak repülő. Csak repülő. Aha. Érdekes lehet ez a csomag, hogy csak a repcsit bírja. Csak a repcsit. Mindig aznapi. És mindig aznapi. Mindig aznap kell nekem. Hát szerintem széklet mintát kódolni. Igen. De. Mindig aznapi, és mindig mondom, hogy hova jó. De hogy Moszkvában és Belgrádban vannak olyan berendezések a járványügynél, amikkel... Vagy bosszú. Amikig nincsenek. Ha bár az is lehet, igen, fejre mondja bosszú. Egykori üzlettársak. És a reggelére kell odaérnie mindenképp. Van egy olyan vírusos fertőzés, amit terjesztek most az egész világban. Igen, viszont úgy, testen kívül elhal a vírus egy nap alatt. Megvan, nem? Hát egy nap alatt elhal a vírus, tehát azonnal kell küldeni. Egy napja van mindig az alanynak, hogy vigye ki. Ha nem jut ki, akkor egy másik országot, egy másik város nézek ki. Magamnak. Mindegy. Köszönöm a felajánlásokat. Mondom, tényleg elég sokat visszajöttünk, de valahogy nem úgy jött ki, hogy szerettük volna. Úgyhogy ez nem sikerült. Na, meg a hepatitis A volt egyébként. Aha, az a jobbik? Igen. Hát nem lehet ilyet mondani. Hát már úgy érte, hogy a rosszabbik. Igen, az a jobb ajánlás. Például egy hepatitis C-hez képest, igen, ez így, igen. Ez a hepatitis A, ez egy, igen. Ez egy vírusos májgyulladás tulajdonképpen. Ami védőoltása is megelőzhető, meg hamar gyógyítható. Tehát például, ha fertőzött vizet iszik valaki, vagy szennyvíz, vagy széklet kerül a vízbe, akkor az például okozhat hepatitiszát azonnal. Meghalsz benne? Nem. Abszolút nem. Aha. Nem, ez egy viszonylagosan elterjedt betegség az egész világon. Van rá védőoltása, megállapítják, hogy az van. Még mielőtt a májad nagyon károsodnak, kapsz egy oltást, és akkor az tud segíteni. Aha. És meg hát megelőzhető is védőoltással természetesen. És a B meg a C, az azt jelenti, hogy egyre nagyobb fokozat. Nem tudom, hogy egészen pontosan mit jelent. A C az egy durvább, az okozhat akár májzsugort is, az például vérrel terjed. Aha. Tehát ha valaki vérzik, és te is vérzel, és akkor a két, a vér meg a nyílcsepp talál. Tehát a C-t azért jól nehezebb elkapni, mint az át. Ezért is van belőle kevesebb megbetegedés. Tehát például a nagy konyhákban a két szakács segéd, aki elvágta az ujjait, azok ne dörzsöljék össze. Az nem szerencsés, igen, az egyik hepatitis. Átmegy a C. Jó. Igen. Balázs, darabokban adod el a verdát, kérdezik. Igen, darabokban. Igen, általában azt mondják, hogy jobban elmegy, mint egészben. Igen. Na, hogy állunk a játékkal? 2-1-re vezetünk. Igen, csinosítottad az állást tegnap, és azt beszéltük meg, hogy ma Feri behúzza. Hogy Feri beműti majd a hallgató koporsójába az dosos szeget. Igen, te kezdtél a héten, nyertél, te elbuktál egyet, Balázs, de aztán tegnap javítottál, te most egy-egyre állsz magaddal szemben, és akkor én majd most csinálok valamit. Tegnap moziban voltunk a családdal. Na, te jó nektek. Hát igen, miután este 6 óráig ültünk ott együtt, és 6-kor kezdődött a mozi, én egy picit megcsúsztam, de a feleségem és a gyermekem beültek a moziba. Majd megérkeztem én is egy vödör pattogatott kukoricával. Itt vagyok, kezdjétek újra! Mozigépész! Gyere ide le! Indítsd újra a tekercet! Küldjél ide mozigépész. Egy kisebb lányát, egy meszei borzal. Én nem tudom, gyerekek, lehet, hogy bennem van a hiba, vagy túlságosan kritikus vagyok, vagy nem tudom. Megnézzünk egy ilyen turbó nevezető. Ha, igen. Aha. Most egy menő kis filmecske. A recs is. Nem az? Ez nem volt egy rossz blöff, de nem az. Azért kérdeztem, hogy nem az. A traktoros. A traktoros, a Verdáknak van egy új verzió. Képzeld, hogy nem. Arról szól, hogy egy csiga. Ja, turbo csiga, azt is ismerem. Csiga elindul az Indianapolis 500-on. De hogy így, tehát hogy régen a mesék valahogy azért úgy, mit tudom, egy oroszlán király, vagy egy Shrek, vagy ezek a nagy, még egy Madagaszkár is, vagy egy jégkorszak, Toy Story, még azért azok valahogy úgy szóltak valamiről, vagy volt történetük. A csiga benevez az Indy 500-ra, beszél a csiga, elmennek egy kis lakókocsival az Indy 500-ra, és megnyeri az Indy 500-at egy csiga. Uh-huh. És szóval hát... én tudom, hogy mese, meg tudom, hogy tök jó, de hogy régen valahogy úgy tényleg eleje, közepe, vége, katarzis,
régen voltak ezek a nagy mesék, tudod, ezek a nagy egész estét átívelő ilyen Valdizi, meg mit tudom én, Pocahontas, hát ezer fél. Igen, hogy azért hamupipőként jól megtartod rongyokban is, tehát hogy akkor szóval, lehet, hogy sejteli, hogy egész, brutál jó, hang, egész jó lesz, hogyha... összetojod magad, amikor zöldre vált a lámpa, és elmegy melletted 3000 ilyen formaautó, vagy nem tudom, mik mennek az Indy 500-ba, tudod, elmondja, hogy V8 mekkora köcsönti. De olyan bugyuta, és annyira nem szól semmiről, hogy az valami megdöbbentő. De jön a csiga. Hát és nyer a csiga. Ez csiga. És tudom, hogy ez egy mese. Ez arra tanít, hogy higgy az álmodban. Konkrétan ezt mondja, hogy nem lehet elég kicsi az álmodó, és nem lehet elég nagy az álom, valami. Ez a konklúziója a mesének. A gyereken sem láttam azt az extatikus örömöt. Egyébként jó volt, beült, patogatunk, kurizáztunk, megnéztük, helyes volt, csak valahogy a mai mesék már nem tudom. Lehet, hogy rosszra ültünk persze, és van jó. Hát valahol megnéztem valami ősember eset. Lehet, hogy voltak megfelelő szponzora, és befizették. Hát annak idején, érted, Zsoltinak sem mondott nemet Bernie Ecclestone, tehát, hogy igen, ne hozzon pénzt a formájára. Valahogy nem értettem a sztorit, mert valahogy rájönnek, hogy ez a csiga gyors. De hogy nem, tehát hogy tök jó a látvány, aha, brutál hangtechnika, a gyerekek összepisilik magukat, mert tényleg te is összetoljod magad, annyira hangos, meg annyira kemény. Történet, amiben viszont semmi. De miért nem? A pont a Jani jó mondta, ott vannak az álmok, hogy egyszer megnyerd az Indy 500-at. Igen, de ez picit olyan, tudod, hogy és akkor csináljuk egy olyan filmet, amiben én 43 évesen a 165 centimmel majd erőcsatár leszek az NBA-be, és majd egy bajnoki gyűrűt húznak föl a végén, hogyha is az utolsó meccsen fogunk győzni majd, hogy jöjjön a Boston Celtics ellen, vagy én nem tudom. Tehát, hogy így érted, ki hiszi már el? Jó, ne hülyeséget áll. Tehát, hogy igen, hogy a gyerek az kicsi, nem hülye, szokták mondani. Igen, na, ez hiányzik, hogy voltak régen tanulságok, hogy volt egy történet, hogy izgultál a történetért, hogy tudtad, hogy az oroszlán királyban a kis oroszlán, a Szimba, vagy a mit tudom én, a Disneyben az Aladdin, és hát tudod, szóval, hogy ezek valamiről szóltak. És így tuzott számra löki ki ezeket a meséket, és a gyerek így nézte, jött, ment, evett, járkált ott a székek között, tudod, de úgy nem az volt, hogy hú, mekkora. Mennyiről maradtál le az elején? Hát egy 20 percről közben, később értem oda. Na lehet, hogy ott minden magyarázat megvan. lehet, hogy valami ember, aki elvarázsolt egy másik ember, csigává varázsolta. Most, anyajágon volt egy gepárd is egyébként. Igen, valahol volt egy gepárd, és a csiga úgy ment körbe-körbe, hogy fénycsíkot húzott maga után a pályán. És minden autós őt akarta elütni, meg fölnyomni a falra. Fénycsíkot? Egy fénycsíkot. Az egy nyálkor. Hát egy ilyen fluoreszkáló nyálcsík, akkor így. Na. Korán reggel a nyálkaszó mindig ilyen hatással van rám, bocsánat. Sose mondtam többet. Jó. Köszi, Bali, hogy lelőtted a végét, egy világ omlott össze. Nem lőtt vele. Nem lövöm le, hogy a csiga megnyeri a végén. Ezt mindenki tudja, hogy egy ilyen filmben megnyeri. Egyébként így teljesen egyetlenül, hogy a csiga megnyeri. Kettő, nem fogjátok halára izgulni magatokat, mert annyira klisés, hogy... Na mindegy, csak úgy... Nem hinni kell az álmokba. Én annyira bízom benne, hogy valamikor majd a Feriről is készül majd egy film, amiben ő lesz a Limbo király. Balázs, lekésted a mese elejét, ahol a lényeg ott van, mitől lett gyors. Nézd meg az elejét, és megérted a mesét. Robi, na tessék, ha most mi vagyunk az alkotók. Most ti se tudjátok, igen? Én se tudom, én lemaradtam, ti nem láttátok. Van egy csiga, mire belépsz a moziba, ez a csiga ráver mindenkire. Mitől lesz gyors olyan egy csiga, tessék? Mit találtak ki az alkotók? Ki tudunk-e most egy perc alatt jobbat találni? Vagy amitől a csiga gyors lett, az jobb, jó? Na, nézzük meg. Figyelj, nem jobb, csak... jobb-e a fantáziánk? Na, oké, meg... Öt csiga van. És abból az egyik gyors, a másik négy kíséri a versenyre. Ez a sztori. Öt receptet nem tudok, egyet nem, igen. Mondjuk mitől lett csak az egy gyors, a többi nem gyors, a többi csak irigykedik, és ő a csapat. Kereket cserélnek neki, fölfújják vízzel, ilyenek történnek. Nem csak eszi, hanem szívja is a füvet. Valami gyerekbarátabb, igen. Akármikor szerve lehet gyerekbarátabb. Nehéz elmagyarázni 4 évesnek. Feri, mitől lesz gyors a csiga? Ha, fogalmam nincs, nem tudom, mitől lehet gyors. Nem tudnánk mesefilmet csinálni, ne egyetek ilyen fantáziában. Azt mondja, hogy nagyon kultúrát, hogy a pálya végén van a célnál a budi, érted, és nagyon kell neki tolni. De nem lesz egy gyors, csak sietni akarsz. A hazafelé a parti, ja, ez is nem érdekes. A parti drogos. Jani, légy szíves, legyél már gyerekbarátabb, mégiscsak fél hét van. Na, egy partiról hazafelé, beszpídezni. Be. Igen, egy üveg viszkivel, két üveg konyakkal, egy csiga elindult haza, egy spangival a szájába. De jó mese, de jó, hogy nem láttam, viszont a Benny beült rá, a vikivel, mert ők látták. Szóval, hogy ennyi a fantáziánk. Ugye, hogy mégsem olyan rossz mese az érez, hogy ők megálmodták? Valaki írja már, hogy mitől gyors a csiga. Mit? Akkor doping lehet. Kokszol a csiga? Biztos. Jó, ha valaki látta, írja már meg az első 20 percet. Varázslat biztos. Valami varázslat. Tündérke elrepült fölött, és a repülőpor kiömlött. Nem?
A 6.37-es végül az írja meg nekünk, Robi. Jó, hogy már mitől egy gyorsan csiga? Hmm. Legalább ne feküdjek le úgy ma, hogy nem értem a mesét, mert tegnap egész éjszaka zakatolt az agyam, hogy nyilván. Nem kijöttem a mozgó, és ezen kattok. Mitől lett gyors ez a csiga? Elton John számokat hallgattatnak arra, hogy még nyálasabb legyen, vagy ilyesmi. Van egy ilyen rész, amikor beáll a depóba, igen, szájába nyomnak egy üveget, itatják, lekenik az alját csikosítóval, és egy a csigának a száját. A csigának a ajzószervét, vagy ezt az alját, és fülest tesznek rá, hogy hallgasson zenét, és relaxáljon, amíg a többi autónak kereket cserélnek, addig vele így depózhat. Én ezt a csiga szájvonalat is nagyon szeretem, mert az is egy picit azért hajlamos összezavarni a gyereket, nem? Mikor a rendező meg a forgatók könyvő össze, és nagyon sok ott futnak, csak nem futnak, tudod, biológia. Jönnek a megoldások. Nem egy más, sugárfertőzött volt a csiga, fukushimai csiga, nitro, vazelin. A nitro az nagyon rendben. Na jó, várjuk még az ötleteket. Fél hét, pontosan 3 perccel lehet a játékra jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 7 perc van pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. Na, mi van, alakulsz? Alakulok. Feri nagyon készséges volt, segített berakni a kontaktlencséket, csak kétszer ejtette le a kőre. A WC-be. Ott rögt, ilyen a WC-be. Mondtam, köszi Feri. Jó, mondom, persze, egyszer nem számít. Hopp, megint lem van. Nem, mert elmagyaráztam, hogy kell betenni, és hát a félt a Jani a saját ujját, mondom, ad ide, majd én megcsinálom. Az első, majd a bácsi segít. Majd a bácsi segít, hiszen rutinja van benne. 15 évvel ezelőtt már gyakorolt egyszer, az elsőt simán bepatintottam, és a jobb szemébe viszont valahogy nem tudtam az ívet megfogni, és kétszer a lencse lent landolt hát nem tudom milyen padlón, de aztán lemostuk. És az a jó, hogy a másodiknál már éreztem, hogy Feri már nagyon menne ki cigizni. Úgy takarítgatta le, hogy ha habkövet talál, akkor azon is végigmegy rajta gyorsan. De jó, jól nézel ki nagyon, már most bírja a szemed egészségét. Dühkor. Aha, megszoktam. Így menj haza szerintem. Miért van egy cipzár a fejedem? Olyan lesz, mint hogyha széthúztam volna a fejemen a bőrt. Egy cipzár segítségével. Alul a cipzár alatt hús lesz. Nyíltsebb, fölül pedig teljesen normális. Ha valaki nem tudná, akkor egy maszk készül Jánosnak. És utána mész meg kéregetni? Nem, azért a balsebre megyek ide. Ilyenkor az amcsi gyerekek cukrot meg csokit kapnak. Járják az utcát, igen, vagy a házakat. Jó, majd elmesélem. Jó, megnézzük akkor, ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok, fiúk! Balázs Feri, Jani. Szia! Hello! Szia. Honnan hívsz minket? Én jelenleg Csömörön vagyok. Csömörön dolgozom. Csömörön dolgozom, mit csinálsz? Gépkocsi vezető vagyok, sofőr. Uh-huh. És Gyuszi, ugye? Így van, igen. Gyuszi, kivel szeretné játszani? Hát megpróbálnám a Ferit. Megpróbálnád a Ferit? Nagyon jó. Mármint a játékban, persze. Mi is erre gondoltunk. Nem is gondolok többet ebbe a reggeli 7 órába. Oké. Mehetünk? Mehetünk, persze, próbáljuk. Hajrá, Feri. Three és van is fire. Gyuszi, azt mondtad, hogy Csömörön dolgozol, ugye? Így van, Feri, jól értetted, itt dolgozom. Ott is igen? Ott is laksz? Bele is mutattam. Szép. Pedig olyan szépen lendületesen kezdte. Esélyes, keresd meg a gombot, ráérünk. Szép ott, Feri! Gyuszi, hát ez gyors volt, nem igen? Nem nekem köszönhetjük a pontot, hanem neked. Ezzel tisztában vagyok. Pedig én amikor meghallottam a hangodat, meg hogy milyen magabiztossággal meg elánnal tolod itt a dumát, én azt hittem, hogy ez végig fog menni. Kemény csata lesz. Próbáltam higgadt maradni. Nem rá izgulni, nem rá görcsölni. Úgy tűnt, hogy nagyon-nagyon magabiztos vagy, nekem is úgy tűntél, igen. Majd legközelebb fiúk. Legyen így, Gyuszi. Vittétek a hetet. Jó hétvégét neked. Köszi nektek is, szia. Köszi, ciao, hello. 3-1. Hát ez ami van. Tiszta szép munka. Precíz, pontos. Gyerekek, 3-1. Pihátunk. Ennyi. Megvagyunk. Gyerekek, hát ez... Rommá vertük őket. Érted?
Kellene jobb hétvége? A győzelmet nem kell magyarázni is. Hát jó, de azért kicsit lovagoljuk meg. Persze. Jövő héten úgy elpopsiznak minket, hogy... Hát a jövő héten meg rettenetesen el leszünk kalapálva. Igen. Na, várunk közlekedés híreket. Jó, egy picit még kevés van, úgyhogy aki lát, hall, tapasztal valamit, az írjon nekünk. Merre gurul a lavina, merre ömlik a hó, hol van trafipax, hol bántanak bennünket autósokat, hol fotóznak, írjátok meg. Mi pedig jövünk a hírek után, 2 perc múlva 7 óra. 7 óra múlt pontosan 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vannak friss közlekedési híreink. Az M3-as felhajtójánál mérnek a rendőrök, ezt Fanni küldte nekünk, és egy vérfarkas ül a farkán Veszprémben. Ja igen, a 3-as ugrás várva, ez nem az. Van egy hallgatónk is, halló, jó reggel. Jó reggelt kívánok, Krisztina vagyok. Hello Kriszta, merre vagy? Sárándnál vagyok, a 47-es főúton, és baleset van a 15-ös kilométer kőnél, pont a kanyarban, mind a két oldalon kocsiban a zárokba. Ó, oh. Mi történt, azt tudni? Hát, ez egy elég nagy kanyar, és valószínű valaki nem figyelt a forgalomba, rettetes nagy a forgalom. Ja, hogy nagy a forgalom, aha. Így van, ez a határhoz, nagy a román határhoz az út. És te merre tartasz? Én pont az ellenkező irányba, Debrecenbe. Lebrecenben. Vannak jó. Sérültek, oh. Ez egy 10 perce történt, hát valószínűleg lesz fennakadás. Lesz nagy a kamionforgalom. Oké, okay. Nagyon köszi, hogy elmondtad akkor ezt. Nincs mit. Köszi, ciao. További szép napot mindenkinek. Hello, hello. Nem tudom megkülönböztetni a kék szín meg a zöld szín, gyerekek, ez már vakulok. Időskori, ilyen ez. Nem. Időskor ez már, igen? Ez már az. Hát, jönnek színtévesztés, aztán elhomályosul a foltok. Új, de csúnya lesz. Egyre durvább, mi már megszoktuk, de neked nagyon nehéz lesz így. És már így utána lenni már jó, de az, amíg ez beépül az életedbe, katasztrófa. Hát igen, ez lesz, mi? Bácsiznak már. Csak a nihil. Tessék? Bácsiznak már. Már lassan egyébként ott tartok, igen. Azt mondja, hogy félpályás útzárás még úton, rakományba rúlt az útra, és Taksonynál a régi 51-esen terelés van. Van a Taksony, és nem tudom mi között igazából, elég fura közlekedési hírek jönnek. 82-es öltő ravaszt előtt a Tejkötben egy lerobbant fehér Fiat Tipo áll, nagyon necces megállni óvatosan, ezt Bálintka küldte nekünk, és az M3-os felhajtójánál mérnek a rendőrök, hogy hol pontosan, azt nem tudom, mert az M3-os azért elég sok helyen lehet felhajtani. Az 51-es úton nincs baleset Taksony előtt, Kalatoni üzeni, ezt most ebben a pillanatban, és nagyon sok SMS még a csigára, hogy mitől lett csiga, a turbocsiga. De akkor ezt nem mondjuk el. Tessék? Akkor nem mondjuk el. Beesett valami autó motorháztetőjében, és ott magába szívott valamit, valami ilyesmi elmesett. Na most már nem érdemes megnézni. Na, az elejét is tudod, a végét is tudod. Igen. Na de értitek, ez egy film, azért a látványra épül alapvetően, és Balázs nagyon színesen adta vissza a film, de azért mégsem az igaz. Igen, hát nem mondom, hogy mindig... mindenki meg akarja nézni. De ezt nem ajánlom se szülőnek, se gyereknek. Na mit akartál mondani? Hírek előtt akartál mondani. Ja, igen, hogy az történt, hogy töklámpást faragtunk a gyerekekkel, mert egyrészt a szerintem vicces, együtt a család, gyakorlatilag a plafonról is tök magot szedtem, a két gyerek könnyékig egy óriás tökben, amit sikerült beszereznem a piacon, horrorisztikus áron, mert nagyon, nagyon ügyesek, mert még Halloween előtt kilóra adják ezt a dísztököt, ezt a narancssárga dísztököt, amikor már érzik, hogy baj van, tehát nem megy el az áru, akkor darabra, akkor olcsóbb. Olcsósítanak? Hát én időben vettem még kilóra, na mindegy. És a srácokkal kitaláltuk, tudott tervezés van, hogy mi legyen, Batman legyen rajta, vagy pedig rendes klasszikus vigyorgó, vizétök lámpás. Ebben maradtunk, nekifogtunk, kifaragtuk, kitettük a teraszra, és úgy tettem ki, hogy fordítva van, tehát a fal felé, és az éjszaka fölvetíti a falra a fejet. Te király! Nagyon jó, és egy ilyen 2 méter átmérőjű töklámpás vigyorog a falon. Na ez volt tegnap egy este, tegnap megyek haza, megállít az egyik szomszéd ott a lakótömbben, és mondja, hogy oszt ez mi? Hát mondom, egy töklámpás, így ki van faragva, tudod, kell bele tenni egy ilyen kis teamécsest, világít, nagyon jó gyerekek. Nem egy nagy dolog, csinálunk neked is. Hát az mi az, hogy töklámpás van nálunk? Nem értem, tényleg nem értettem, hogy ez milyen dolog. Hát mondom, miért a tűzoltó belebotlik, ha jön menteni? Mert ugye nem lehet a folyoson tárgyakat tartani. Nem, mert ez egy amerikai ünnep. Így kicsit vettem egy levegőt, mondtam neki, próbáltam egy észérvet fölhozni, hogy a gyerekeim ugye ilyen kétnyelvű óvodába járnak, tehát tanulnak angolul, van velük egy angol fiú, aki énekelget, meg mutatja ezeket a dolgokat, szokásokat, beszélgetnek angolul, tök jó haladnak, és hogy egyébként ott is volt Halloween ünnep. A magyar ember nem ünnepel Halloween-t.
Hát mondom, figyelj, nem mentünk végig a szomszédokon bekopogva jelmezbe, hogy adjatok csokit cukrot, mert ott ugye azt szokták csinálni a gyerekek. Ez csak egy töklámpás. Ez csak egy töklámpás. Értem, ugye? Tehát semmi gáz nincs vele, nem megyünk át téged megijeszteni hajnali kettőkor, én beöltözve Zorrónak például, tehát nem fog lenni. A dolog, ez egy töklámpás, szórakoztunk, jó volt, és ki van téve. Hadd játszunk már gyerekkel, tudod, mi egy család vagyunk. És így nem értettem, halálkomolyan nem értettem, hogy ezzel most mi a baj? Áruló magyar lettem-e én azzal, hogy töklámpást faragtam, avagy sem? Hát szerintem nem. Szerintem igen. Ó. Ne haragudom. Szerintem igen. Hazamegyek, és egy baltával szétverem a töklámpást. Dobd ki a töklámpást. Vidd és kérd vissza a pénzedet is. Én, hogy úgy szeretnék ennyire ráérni, de te úgy szeretnék ennyire ráérni, hogy ilyen baromságokon húzzam föl magam. Miért van az, hogy minden házon, vagy minden társasházon megvan az egy darab ügyeletes önkéntes rendőr, aki élete feladatának gondolja, hogy csesztesse a lakókat, és ha kint hagyod a bringádat, rászóljon, hogy ez nem tároló, ha leraksz egy vizes szánkót a lakásod elé, mert nem akarod bevinni, megvárod, míg lecsipőd, akkor azt, hogy ezt ki fogja eltakarítani, ha túl öntözöl egy virágot, akkor azért, ha nem locsolod, azért lábnyom a köven, akkor azért, mert azon el fognak csúszni, miért nem törlöd fel? Mi hiányzik nekik az életükből, vagy miből van túl sok az életükben? Kb. Stresszből? Minden hiányzik az életükből. Minden? Igen, hiányzik egy család, hiányzik belőle a szerelmese, hiányzik belőle a barátja. Én sokszor látom ezt például a családosoknál, tehát úgy értem, hogy férje van, gyerekei vannak, ahol laktam társaságban, ott például egy nő volt ennyire agyilag túlvezérelt. Valamelyik szomszédom lerakott egy szánkót, a játszótéről felhozta, a nő képpercon becsöngetett, és azt mondta, hogy ez mi? Nő szánkó. És miért van kin? Hát, nem akart nekem, hogy anyádért. Nem mondta neki a nő, jött oda mindig nekem panaszkodni, mondta, hogy ne vigyük be a lépcsőházba. És miért? Hát megvárjuk, míg lecsöpög, aztán majd azt ott összetakarjuk, de kint csöpögjön le. Kint az utcán? Nem, kint a saját lakás előtt a lépcsőházban letette, megvárták, míg lecsöpög, szépen föltörlik, de aha, hogy ne a benti parkettára csöpögjön le. Azt hittem, hogy a nő mondta azt, hogy még oda se hozzák be a lépcsőházba sem. Hogy ne tartsák a lépcsőházba, vigyék be a szánkót. És mondta, hogy figyelj, az erkére nem fér föl, egyébként megvárjuk, még lecsöpög, és utána befogjuk innen a kiszárat, és akkor a szobába el tudjuk rakni, egy ilyen 40 akárhány négyzetméteres laktak. 2 perc múlva csengetett. És bármit, az egy fölment a negyedikre, körülnézett, harmadik körülnézett, hozzám is rengetegszer becsöngetett. Vele mindig az volt a baj, hogy parkolok. A saját felszíni beállóban. Honnan tudta, hogy mi van a negyediken, ha ő a másodikon fölment? Fölment, ő folyamatosan járkált, 4 emeletes társaság volt, ő folyamatosan nézte. Az őrszem. Folyamatosan nézte. És mindig az volt, hogy én beálltam a felszíni beállommal, és az ő virágja pedig rácsöpögött a kocsimra. Viszont amikor egy ilyen típusú embernek te egyszer szólsz, utána állandóan földes volt a kocsim. Tudod, én úgy álltam be az erkély alápon, hogy a másodikról úgy öntöztem muskátliait, hogy azok így úsztak a vízben. Aha. És így csupa dzsúva volt mindig a kocsim. Vártam egy hetet, 2 hetet, fölmentem, szóltam neki, hogy nem lehetne csak egy decivel kevesebb vizet adni azoknak a virágoknak. Na hát, és azt a büntetést, amit én utána kaptam, tehát a kidobált földmaradványok, a virág rá nyeste a kocsira. A nemes bosszú. Mert egyszer mertél neki szólni úgy, hogy ő egyébként minden nap mindenkinek szól. Ez olyan fura embereknek. És lehet, hogy egyébként nem is szóltál volna neki, hogyha nem lettek volna ilyen előzményei a dolognak, hogyha ő nem kekeckedett volna ezerszer. Igen, és én nagyon illedelmes vagyok, tehát a híremmel és a megítélésemmel szemben én ilyenkor becsöngetek és elnézést kérek. Nagyon meleg píte neked bárkinek is szólni. Én nagyon, én megmondom, figyelj, ne haragudj, mondom, csak csöpög a kocsira a muskátlimit locsoltok, hogy én egy kicsit hátrébb állok, de nem lehet, hogy egy olyan 1,5-2 literre kevesebb vizet érte, de te nem sokkal. Csak ez a muskátlis láda alá lehet kapni egyébként tálcákat. Igen, ugye, mert ugye alul lyukas tálcák voltak, és lefolyt. És hát úszott a kocsim, tudod. Hát azt a háborút, amit onnantól kezdve indított ellenem. Na, minden szóróanyagot, földet is így öntötte. Minden szóróanyagot megkaptam a postaládámba utána. Eltűnt a postaládámról a Sebestyén felirat. Tudod, átrakta más postaládába, az az igazán szemétszivatás, amikor fogod a nevet, leveszed, tudod, hogy jön a postás, és átrakod egy másikra. Mi történik? Nemhogy ugye neked szóróanyagot dobnak be, de máshova dobják be a televeleidet, amit aztán a büdös életben nem kapsz meg többet. Tehát, hogy ezek... Az volt a baj, hogy ez nem egy magyar ünnep. Igen, hogy ez szerintem nem magyar ünnep, és ne tegyük ki. Úgyhogy ma veszek egy nagyobbat, tököt, és azt is kifaragom. Amúgy egyébként kelta, tehát nem is amerikai, tehát itt egy kelta ünnepről van szó alapvetően, tehát hogy ha már valaki kritizál, akkor kritizáljon pontosan. De egyébként ez a szomszéd effektus, ez nekünk is ugyanígy megvan. Ez az ügyeletes rendőr. Hál' Istennek már elköltöztünk onnan, de amikor szól azért az alattad lakó, hogy eső után lefelé csöpög a víz a mi teraszunkról az ő teraszára. Felháborító. Érted? Én mondtam, hogy felfele nem tud. Tehát, hogy ezen próbálnánk segíteni, de hát ez a rohadt gravitáció, ugye? Érted? Tehát, hogy leszáll egy galamb a balkonotokra.
és elkezdi ütni partvésnyéllel a ti balkonatokat lentről, hogy elmenjenek a... Igen, mit gondol, hogy én szoktatom oda? Tehát, hát figyelj, van, postagalambodban. Igen, mindig beszél. Kimegyek reggelenként, és akkor így a kis kötényemből kiszorok neki egy marék darát, hogy gyertek, madaracska. De hogy értitek, és én mindig kínosan ügyeltem arra, hogy soha ne legyen semmilyen konfliktus. Tehát annyira nyuszi vagyok, meg voltam, meg tényleg annyira odafigyelek erre, hogy soha ne legyen semmi konfliktus, mert minden ilyentől írtózom. És már az első héten, amikor oda költöztünk, már akkor megtaláltam. Hogy a festő miért úgy megy a létrával, hogy közben kopog. Hát most mit csináljuk, mert kerekeket nem tudnak szerelni arra a rohadt létrára. Igen. Ki kell festeni a lakást, most vettük. Bocsánat, csak egy tisztító festés, de nagyon gyorsan végzünk. Vagy ne csináljuk, maradjon így, jó. Igen, csak tessék annyira. Köszönjük, bocs. Szermeggyőződésem, hogy az ilyen típusú embereknek nyilván a saját életükben nem stimmel valami. Én nekem is mindig azzal vigasztalom magam, hogyha nekem ő nehéz abban a 10 percben, amíg engem zavar, milyen nehéz lehet neki önmagával együtt lenni 24 óráig. Gondold el, hogy neki milyen az élete. Ha téged 10 perc vagy 5 percre ennyire megkeserít, hogy beleszól, hogy miért van töklámpás, vagy... Hogy hová állsz, hogy neki mindegy egyébként, a akkor neki milyen nehéz lehet. Neki mennyi mindennel van baj, és akkor mindig kicsit megnyugszom, hogy jó van, na jó van. Mert neki aztán baja van a hentessel, baja van a piros lámpával, baja van az adóhivatal, amik azon mindenkinek baja van, a benzinkúton, a gyalogos átkelő néni, és akkor mindig azt gondolom, hogy na jó van. De én csak 10 perc vagyok az életében, ő viszont 24 órát van együtt magával. De tudjátok, mivel van a legnagyobb baj egyébként, hogy mi az, ami a legdurvább provokáció, és amitől legjobban kikészül? Ha elégedetnek, a mosolygósnak, ha boldognak látnak bíz, benneteket. Tehát, hogy ez, amikor mész a folyosón, és akkor meg kell bökni a gyerekednek a feleségedet, hogy mosolygatok. Ne mosolyogj, jönnek, nehogy láss rajtunk, hogy mi szeretjük egymást, hogy elégedetek vagyunk, és hogy ez a családunk rendben van. Én pont az, mindig nagyon vidám, nagyon mosolyogsz, nagyot köszönsz, látja, hogy jó kedved van, az, amely abba tud beledögleni az ilyen. Az fáj igazán. Látja, hogy szomorú vagy, ha látja, hogy nem tudod, akkor azt gondolja, hogy neked is jó. Nagyon köszönsz, nagyon vidám vagy. Élvezed az életet. Az ilyen típusú embereknek fáj. Hiszen ha ő nem élvezés, neki nem jó, nehogy már más élvezés, nehogy már másnak jó legyen. Miért jobb neki, mint nekem? És a hülye még el is kezd rajta gondolkodni, tudod? Nagyon egyszerűen működnek. Igen, csak az a bajom, hogy ő attól boldog, hogy szomorú. Érted? Mert te azt mondtad most, hogy ő 24 órában kell elviselje magát, de nem kell elviselni, mert neki ez a lételeme. Tehát ő akkor boldog, ha látja, hogy neked is rossz. Igen, látja, hogy illetve neked is rosszat akar, de az ilyen típusú ember szerintem nagyon bele van ám nyomorodva a saját az életében. Az biztos. Tehát, csak hogy, nem tudom, hogy érzi-e. Hogy szerintem igen nyomorod. Egyébként. Igen, és ez egyfajta kivetítése az ő saját frusztráltságának, nyomorúságának, rossz közérzetének, kilátástalanságának, igen. Amikor már ilyen szinten vagy, hogy járod az emeletet és mindenbe beleköltsz, ott már nagyon meg van nyomorodva. És felszínesen azt hiszed, hogy téged boldoggá tesz, hogy ott intézkedhetsz, de belül rohadsz szerintem. Képzeld el a családját, ha van. Képzeld el? Az milyen. Igen. Mert enyém az egyedülálló legalább, ha jól tudom. Úgyhogy nála csak a szomszéd. Írja egy hallgató, hogy miért nem kérdeztem, hogy miért dinnyét kéne faragnom? Így október végén. Nem, hogy faragjak dinnyét, az jobb, az akkor magyar vagyok, ha kifaragok egy magyar dinnyét, kérdezi egy hallgató. Igen, hát ezt kellett volna csinálni egyébként. Azt írja valaki, Jancsika, te ne dadogjál már. Tudod, mit mondok? Azért dadogok, mert boldog vagyok. Ha boldog vagyok, mindig dadogok. Saját magamtól meghatódom. Én egy nagyon boldog, elégedett ember vagyok. Jól nekünk érzem magam. Nekünk a kilincsünkre akasztott egy adag szemetet az ügyeletes serif. Mai napig nem tudjuk miért, kidobtuk a szemetet, nem szóltunk semmit. 3-4 alkalom után abba hagyta. Ez miért? Az én szomszédaim rendszeresen kirakják a lépcsőházba a szemetet, és ott díszelek másnap reggelig. Na, ez azért felháborító. Vagy nem-e? Vagy nem-e? Hát, hogy most, de na, ez is egy a szemétlevitel kérdés. Na. Jó ide jó, hogy ezt fölhoztat hallgató. Este 10 óra van, megtelt a szemetes kosarad, ugye, vagy a kukád, műanyag zacskó összefog, leköti a tetejét, de már nem akarsz lemenni mondjuk az ötödikről, de nem akarod, hogy a lakásban legyen a szemét, nincs erkélyed, kiteszed az ajtód el, és reggel 7-kor, amikor elindulsz, leviszed. Ez baj, vagy nem baj? Felháborító-e, hogy ott van este 10-től reggel 7-ig a szemét összekötözve az ajtód elé? Ebben semmi felháborító nincsen. Hallod? Miért lenne felháborító? Nem kiöntöd a metlahira, a folyosóra az összerohadt háztartási hulladékot, hanem össze van húzva egy nejlomban, kikészítetted, reggel ki fogod vinni. Hát én mondjuk ezt például pont máshogy gondolom. Megmondom neked, hogy mikor... Én ezt picit máshogy gondolom. Mert? Mert szerintem azért, ami hatással van a többi ember egy társasházban,
Azt nem biztos, hogy jó, hogy kiteszed. Milyen tekintete, tehát hogy milyen szempontból van hatása? Mert nem tudod mindig eldönteni egyébként, hogyha összekötöd, az attól függetlenül mondjuk árad belőle szag, vagy nem árad szag. Esztétikailag valakit nem bánt, vagy bánt. Tehát ott van mondjuk négy lakás. Mi úgy laktunk egy társaságban, hogy négy lakás volt a szinte. De mindenki kirakta volna a szemet, tehát ez elég nyomorultul néz ki. Jössz haza mondjuk este 10-kor a munkából, ott van a szemed. Tehát szerintem pont ezek az apróságok, hogy ez, amivel te már inkább leszaladsz, nem rakod ki, de nem is magad miatt, hanem a három veled egy szinten lakó miatt. Én nagyon toleráns vagyok, nagyon sok mindent el tudok viselni, de például a szemét, amire én mindig levél, és soha nem tettem ki, mert zavart, hogy más látja, hogy neked egyébként ott van kint a szemetet, oda kirakod. Nekem a szemét az egy tök intim dolog, hogy azt én nem rakom ki, nem akarom, hogy lássák, mi van benne, belenni, mit tudom én. Ha reggel 10-től lenne kint este 8-ig, és egész nap ott lenne nappal, akkor azt mondom, hogy tökéletesen igazad van, meg ha mondjuk, mit tudom én, középső lakás, és akkor egy csomóan elmennek mellette, és akkor érzik ezt az, de hogy este 10-től reggel 6-ig ott van, azzal mi a probléma? Hát mindenki alszik olyankor, mindenki ki van, nem megy bele, ha nyár nyilván van, mindenkinek vannak az más ablakok, az inger megint küszöbe. Ez megint egy másik szempont. Mindenkinek más az inger küszöbe, persze, az nem baj. Engem például az egyáltalán nem zavar egy társasházban, hogy egy csomó lakás előtt látom, hogy leveszik a cipőket, nem mennek be. Mert abból arra gondolok, hogy tök jó, pedáns, tiszta, kicsit talán túlságosan is tisztaság már, és akkor sorakoznak a cipők a lépcsőházból. Laktam ilyen helyen is, hogy négy lakásban három előtt 600 cipő sorakozott. De valahogy azt így tudtam kedvelni, mert úgy azt mondtam, hogy de helyesek nem mennek be cipővel, én bemegyek az előszobából, leveszem. De például a szemét, én azt például leviszem. Nem zavar a bringa se, hogy ott tartja. Semmilyen nem zavar. Most kirakja valaki a szemetét, és ott még 10 órán keresztül csücsül a szemét. Arra azt mondom, hogy hát vigyük már le, nem? Tehát az már egy olyan szint, ami mondjuk belefér. Azért nem zavar, mert nem laktál az én kettővel arrébb lakó volt szomszédaim mellett a cipő. Gyerekek, én megjártam panelt, társasházat, félszuterén, én minden mélyről jövök, higgyetek el. A félszuterén, akkor tényleg mélyről. Sokat küzdöttem, hogy idáig eljussak, de én panelban kezdtem, illetve hát a drága jó édesanyám még, tehát én azért abszolút tudom, milyen, amikor 8-on lehúzzák a WC-t, és te a másodikán felszólsz, hogy jó van, Józsi, sikerült, jó van, na végre. Nagy volt. Józsikám, sikerült egy kis rostosat tenned, de jó, tudod. Vagy valaki 8-szor akkor elkezdi ütni a fűtőcsövet, és 10 óráig mindenki koncertezik, és rohadtul nem tudod megfejteni, hogy ki fúr, mert a panelban úgy terjed a hang, hogy elindulsz, rátöröd vele a kezajtót, és kiderül, hogy két tömbbel arrébb a 8-on fúr a Béla, tudod. Reggel 7-kor szombaton, ami szintén egy rejtély. Tehát én azért sok ilyen helyen laktam, úgyhogy mi tudom, hogy milyen. A mi alsó szomszédunk egyébként, amikor Móni porszívózott, és véletlenül neki ment a radiátornak, abban a pillanatban elkezdte ütni lent a csöveket. Tehát valószínűleg így állt a radiátor igen. Mellett a kis... Én egyébként nem tudom, szerintem minden egyes radiátor az oda volt készítve valószínűleg egy partvis, nyél, vagy nem tudom micsoda, egy lapát, vagy akármi. Abban a pillanatban, ahogy valami zaj volt a lakásban, de tényleg, tehát már a mosogató mellé, a szárítóra már az edényeket is úgy tettük le, hogy csak nehogy összekoczanjanak, mert rögtön kopog. Nálunk ez ment. Nekem volt olyan szomszédom, egy lakóparkban, ahol együtt betonoztuk le a külső felszíni beállót. Közösen... A volt közös képviselőt. Nem, igen, együtt. Közösen felesbe kifizettük, és baja volt, hogy a Viki is odáll. Majd aztán azt mondta, hogy most már az egész az övé. És mondtam, hogy drága barátom, ezt ketten fizettük, úgyhogy nem az egész a tiéd. Majd megcsináltak, hogy vettek egy kocsit, és direkt azért odaállították, hogy más ne tudjon odállni. De nem használták, csak állt egy autó? Tessék? Nem használták az autót, csak állt. Ott állt egy autó, persze. Jaj, 50 ezeret megér egy jó használt autó. Elképesztő emberek vannak egyébként, szóval, hogy így én nem is tudom, hogy mi érteti őket, vagy azt nem értem, hogy van ennyi energiájuk. Hát az embernek egy csomó minden elveszi az energiáját. Az életed, a családod, a gyerek, nem mész, dolgozol, próbálsz egy csomó helyen megfelelni, nem? És ha annyira... van egy kis időd, akkor azt próbálod jóra fordítani. És ha van egy kis időd, azt próbálod hasznosan, jó dolgokkal, építő dolgokkal eltölteni, amik építenek, amik adnak, amik hozzátesznek az életet. Ezt egy valaki azt figyelje például, ahol én laktam, hogy a mi kertünkben nyírjuk-e a füvet, vagy a kert előtt, a kapu bejárón, amik le van-e nyírva a fű, átjön, kigazol, lenyírja a füvet, és gazonként átdobálja a kertedbe, érted? És így azt mondta, hogy úristen, úristen. Tehát, hogy így, Jézusom. Hogy ezt így hogy, nem? És leszette, a kerítésünk előtt nem gazoltunk ki, saját részünket, semmit nem kell. És bedobálta egyenként. A szembe szomszéd. Csak állt az erkélyen, és nézte, hogy mikor veszük észre. Most aztán jó kiszúrtál. Szerintem ott rohadt el, nem? Tessék? Ott rohadt el a kertbe, ahova bedobta. Tudod, mennyire izgattam magam. Ja, Isten. Sok szép emlék, ami feltolul.
Írt az a szomszédod, aki a két kocsis lakó parkos. Igen? Persze, persze, velük sok harcunk volt. Ez nagyon jó. Persze. Igen. Nekik sok minden fájt egyébként. De csokoltatom őket, és jó egészséget. És köszönjük szépen, hogy minket hallgatnak. Tessék, és egyáltalán maradsz, hogy meghúzták a kocsimat. Mondjad? Ja. És köszönjük, hogy ők is minket hallgatnak. Igen. Na mindegy. Nálunk az alsó szomszéd rakja ki állandóan így a szemetet. Engem nem zavar, viszont a cipője is mindig kim van. Alig várom a december 6-ot, tuti rakok bele egy kis csomag, csoki Mikulást írja egy hallgató. Tényleg egyébként ez egy jó kísérlet lehetne, hogy december 6-án megcsináljuk, hogy mindenki meglepi valamivel a szomszédját, átmegy és ad neki valamit, nem? 10-ből 8-szor maga, amit akar, takarodjon, én nem elhívom a rendőröket, fogadtatás lenne, vagy örülnének neki. Szerintem a szomszéd annak örül, ha nem mész át. Tehát, hogy ez, szerintem ez a kellemes meglepetés. Ha nem mész át? Igen, lebb meg azzal, hogy nem mész át. De az nem lesz meglepő. De nem jó, mert az év 365 napjában nem mentél. Nem? Tehát az a meglepetés. Tök jó meglepetés, de na áthívnád magadhoz. De gyere át. Na például látod a szemét, ne legyen kint. Szaga van, undorító, vidd le. A szemét nem baj, ha kint van, reggel is le lehet vinni, ha nincsen szaga, senkit nem zavar. A szemetet le kell vinni este, ha nem büdös, akkor maradjon a lakásban. Ugye? Tényleg egyébként miért rakott ki? Tehát, hogy mennyire másképpen gondolkodnak ember. Ugye, ha nem büdös, miért nem jó az előszobádban? Nem? Na? Mert nincs hely tőle. Nem férsz el. Tehát akkor mit ki a gardrop szekrény? Éjszaka, amikor mész ki pisilni, amikorunkban ez már előfordul, hogy megriadunk hajnaltájt, akkor megbotlasz benne. Kell még mondanom érvet, hogy miért kell kitenni? Tök igazatok van. Már miben? Ne, egyébként persze igazuk van, de lehet, hogy nálam is tehát szemét is. Most ne hagyd magad meggyőzni, hát ha azt mondod, nem viszed le, nem viszed le, hát most ne álljál. Hát, mi folyosó végén laktunk, senkit igazából nem zavart, hogyha kiraktuk, és ráadásul én mondjuk elég akkurátus vagyok ebből a szempontból is, tehát hogy a mi szemetünk soha nem bűzlött, tehát hogy nem szoktam semmiféle rohadó dzsuvát belerakni, és tehát nincs olyan, hogy jaj, ez a pálpusztai már lehetetlen, akkor belerakom és oda, és akkor még finoman, hogy a szomszéd felé is eltoltam egy kicsit, hogy az ő ajtajához legyen közel, ami nyilvánvaló, hogy persze, hogyha ilyesmi volt, akkor rögtön ledobtuk, meg nem is oda került, nem abba a szemétbe került, tehát hogy tényleg azt érzem, hogy szemét között is van különbség, egyébként tényleg vannak olyan szituációk, amikor igazuk van. Ne, most nem púlok, de tényleg igazuk van. Nem viszed, nem viszed. Hát, most nyilván nem arról beszélt, hogy te büdös szemetet raksz ki, és kakis zsák, pelenkát, és pápusztai sajtot. Na, hát pontosan erről te, nem, te azt mondod, hogy te reggel viszed le, mert az ott senkit nem zavar. A kakis pelenkát nem raktuk bele úgy, és nem tároltuk ott, főleg nyáron, délben, és akkor na, majd este leviszem, de azért kirakom már reggel 8-kor, hogy mindenki érezze, hogy a gyereknek jó a fejlesztése. Vajon egyébként ez Budapesten kívül is így megy? Tehát ez a fajta rossz indulatuskodás, irigykedés, ez a fajta dögöljön meg a szomszéd, nagyobb autója van, mi rá be a felszíni autóra, a mi életünk felszíni báróra, mi életünk tök nyomorult, a feleségem egy hárpia, és minden nap üvöltözik, és már én se szívesen járok haza, és legszívesebben külföldi úton vagyok, de azért hazamegyek, bár tudom, hogy az asszony egy sárkány, és már nem mennék haza. Van, mert a szomszéd egyébként elfoglalja a felszíni beállót, gyűlölöm az életemet egyébként, és talán ő két autóval áll be a közösen lebetonozott felszíni beállóra. Miközben a feleségem egy házi sárkány. Ugyanígy megvan. Nálunk vidéküt, új kígyóson, az szokott lenni, hogy mikor föltakarítod a portál előtt, akkor gerebjével becsíkozod szépen ugye a földes részt, ahol nincs fű. Na most, ha arra véletlenül te, még akkor is, ha egy eléd szaladó óvodás életét mentetted meg azzal, hogy letértél az aszfaltozott útról, te arra a kocsival rámész, a szépen gerebjével becsíkozott földes területre, ott véged van. Ott vége? Megölnek? Ne gyere be a faluba. Ne gyere be a faluba. Nagyon komoly szomszédos csatározások vannak ebből. Hogy te meddig gerebjézed föl, egyébként ez az egyik, de a másik, például anyámnál nagyon sokan a szomszédban segítenek neki, és megcsinálják. Tehát ott azért van egy védőháló is, egy szociális védőháló, de tudnak olyat csinálni, amitől így tényleg kiveri a biztosítékot nálad, hogy most akkor mi a baj azzal, hogy tényleg egy picit ott ráállt valaki a földségon, add ide a gerebjét, megcsinálom még egyszer. De van ott is. Valahogy azt képzelni az ember, hogy egy kisebb falvak a településen, ez valahogy azért ez ilyen barátibb, nem? Nyilván ott is van hülye szomszéd, valami barom, aki nem tudom, megmérgezi a kutyát, megöli az összes macskát magukat, de valahogy azt gondolnám, hogy azért ez nem ennyire. Vagy aztán az ember nem tudja meghazudtolni magát? Mindegy, hogy hol lakik? Mindegy, hogy hol lakik. Itt azért tűnik többnek, mert ugye egy panelházban mondjuk rakik, mint egy 50 család.
ugye? És közvetlen közelükbe vagy. Meg nagyon együtt vagytok, igen. Így van, a vidéken, meg az utcában vagy, jobbra egy szomszédot, balról meg szembe, azt jól csak el tudod viselni. Igen. Na jól van, 7:30 pontosan 4 perccel várjuk az SMS-eket, jó, ebben a témában mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz pontosan 2 perc, szóval igen, ha egy AC/DC számot hallottál, az összeset hallottad. Jaj, nem mondom, nagyon jó. Na jó, azért még lenne még miből válogatni, hát, azt gondolom. Tök, én nem azt mondom, hogy nem jó, hibátlan az AC/DC, de azt gondolom, hogy igen, szóval ha volt egy AC/DC dal, akkor az összes megvolt. Kettő, négy, jó kis rock. Kettő, négy, üti a kettő, négy, igen, igen, három riff és reggett hang. Hát ezért mondom, hogy egy AC/DC dal megvolt, az összes megvolt, mert hogy semmiben nem más a tempó nagyon. De ha kérhetjük, azért legközelebb egy másikat nyomjunk le. Ezt már sokat hallottuk. Semmi nem jó nektek, komolyan. Ezt nem mondta, hogy semmi nem jó, csak hogy van még perspektív. Annak örüljetek, hogy legalább van AC/DC, érted? Most ha megint Bruno Mars lett volna, akkor már a hajunk égnek állna, hogy ennyi, nem tudom, denzene van. Most legalább volt egy rockzene. Ha most rockzene, akkor legyen rockzene, de ne ez a rockzene, egy másik rockzene. Hát nem lehet nektek jót tenni soha. Hogy áll a maszkod? Jól, alakul. Jó órája, nagyjából egy cipzárral a fejedre járkálsz, haladsz? Igen, haladunk. Hát megvannak a különböző fázisok, amiket mindenképpen át kell mennünk. Most egy ilyen folyékony bőrt vittünk fel a cipzárra, 2-3 rétegben, és akkor most kezdődik majd a festés. Most fogjuk majd színben az arcomhoz hozni, és akkor utána pedig majd kezdődik majd a durvább része és a véres, megnyúzott arcbőr része. A szemem egyébként marha jól megszokta a kontaktlencsét. Az is, ami leesett a WC-nek a padlózatára? Amit beleítettél a búdiba. Szurkoltam, hogy valami fertőzés. Jó lesz. És az az érdekesége egyébként a dolognak, hogy én ezt hónapokkal ezelőtt ezt a maszkot az interneten szúrtam ki. Egy fiatal lány készített el magának otthon. És a készítésnek a különböző fázisairól készített egy videót, és ezt fölrakta, rengetegen lájkolták, és megdöbbentem rajta, hogy mennyire profi maszkot lehet otthon is csinálni. És nem is akarunk egy olyan maszkot mutatni a hallgatóknak, mert természetesen majd fenn lesz a Facebookon is, meg fenn lesz a honlapunkon is a fotó, meg a készítésnek a különböző fázisai. Tehát nem akarunk egy olyan maszkot mutatni, amihez egy igazi maszkmester kell, úgymond. Annak ellenére, hogy most velem egy ilyen dolgozik. Mert hogy tényleg otthon is tudjál magadnak csinálni valami hasonlót. Ha már adod magad az amcsiknak. Az ördögnek. Na nézzük egy-két szomszédos SMS-t, hogy mit is írnak, hogy kinél, milyen önkéntes rendőrök vannak. Nyugi vidéken is vannak tahók, de lényegesen kevesebb, mint a fővárosban, jött egy ilyen SMS. Martonvásár lakópark szerintem ugyanolyan, mint Pestem. Azért, mert a pestiek költöztek oda. Puszi Timi. Ez jó. Én kisvárosban élek, az egész társasház jobban van egymással. Ha elfogy a tojás, mindig van kitől kérni. Jó reggelt, igazad van, Balázs, december 6-án fel is megyek és megajándékozom a felső szomszédot egy maflással, írja Dávid, teljesen erre gondoltam. Megjött a Mikulás. Az én szomszédom kivágatta velem a diófán felét, mert az átlógott hozzá és leárnyékolta a leghátsó sarkát a kertjének. Hozzáteszem, hogy nála egy parlagfű dzsungel a kert közben. Ezt egyébként ő jogszerint megteheti, csak előtte jeleznie kell neked, és hogyha te nem teszed meg, akkor levághatja. Ami átlóg, azt igen. De ez csak árnyékot vetett, haló. Akkor is? Hát, ha neki nem kell az árnyék, Feri, akkor igen. Akkor levághatja. Macskaalom. Csak mondom a tulajnak. Macskaalom két napig a folyosón. Na, azért annak van szaga. Azért az meleg, igen. Nálunk a büdös cipőket rakják ki a harmadikon, és finoman jön a negyedikre a buké. Inkább faragna tököt. A szemetet is kirakja. Azt írja egy hallgató. Nem ünnepeled, Feri, az amerikai ünnepet, csak élményt adsz a gyereknek, hogy apával együtt faragunk. Így egy hallgató, gondolom, igen. Jó meglátás, persze. Hát ez egész erről szól egyébként. Az én szomszédom ellopta a macskámat, máskor megásott egy kis árkot a kerítésemhez, hogy az esővíz mind befolyjon a kertembe. Pest mellett lakom. Ha elfelejtem kivinni a kukát, a szomszéd kiviszi helyettem, és vissza is hozza. Vidéken ez így normális. Egy rossz szavam se lehet, ha füvet nyírunk, levágjuk, akár egymásnak is, ha másik nem ér rá, vagy nem tudja megtenni. Ez egy jó példa. Hát igen, ez a kevesebb szerintem. Komlón is így van, 10 emeletes, 70 éves öregasszony szól a havernak, hogy a kapu az nem állhat senki, másnap a néni parkol ugyanott. Ha pihennél szombat délután, az ő kutyája ugat. Ugatja a mókust a ház melletti fán, és nem szól neki. De kollektív szotyizást is szokott tervezni a többi nyuggerrel a ház előtt ülve, az aktuális tévésorozat részleteit kibeszélve. A másodikon lakunk, mindent hallunk. Az emeleten van még két alkoholista, mind a kettő nagyon büdös, nem tudsz mit csinálni velük. Erős csapat, nem? Azért ez egy erős csapat. Két alkeszel, meg egy ilyen kis túlvezérelt kis idős nyugdíjassal, az kemény.
kiröhök, ha szellőztetnél a lépcsőházban, 5 perc múlva szalad, és becsuk minden ablak, becsuk minden ablakot. Milyen helyek vannak? És az a baj, hogy egyébként ez egy ilyen folyamatosan egyre durvábbá váló viszony. Hát, hogy azért, valljuk őszintén, az idő múlásával gyakorlatilag már mindent úgy élsz meg, sajnos, hogy a másik téged akar idegesíteni azzal, amit éppen csinál. És még ha a legjobb jó szándék vezérlés, az nálad akkor is rossz. Igen. Nálunk kezdenek leszokni a szemét kirakásról a lakók, este ha ráérek, pár csöpp pillanat ragasztó a csomag alá. Reggel, reggel megemeli csak a zsákot, a többit azt tudjátok. Írja Joe. De miért nem szólsz neki? Ne haragudjon, kedves szomszéd. Zavar a csomag, a szemét csomag. Most leragasztod az alját, ugye az ember lendületből megemeli, az alja leragad, kiszakad, és minden tiszta trutyi lesz. Ez jó? Megtanulja a szomszéd, hogy az meg, le kell vinni a szemetet. Igen. Hát előbb lehet, hogy szólt, és ez már a nevelés következő fázisa. Úgy megértem. Létszínetet ki dekítette, létszínet dekítette, és akkor most érkezik a pillanatragasztó. Én a szemét kitevős, azért megmondom őszintén, hogy amikor mentem és vittem le napok után a rohadó szemetet, nem, nyilván nem, akkor nekem soha nem derogált felvenni a másiknak az ajtaja elől a szemetet és azt is levéni, főleg, hogyha tudtam, hogy hát persze, ha már kirakjátok, ti szemét kirakok, legalább fogjatok össze. Tehát legyen legalább egy ilyen kollektív tudat, hogy ha már lusták vagytok este levinni, legalább vigyetek le egymásért. Ez a minimum, amit megtettek mi becsületes szemétlevivők mellett. Vagy a közös együttélés érdekében, hogy az egyik késői szemétlevivő leviszi a másik késői szemétlevivőnek, hogy ne vigyétek egymás rossz hírét. Na, amikor te becsületes szemétlevivő leviszed a tiédet, akkor a másikét is fölvehet. Én nem tudom, én nappal leviszem, de ti csak este teszitek ki, hogy vigyem le a tiéteket, mikor az nincs kint. Mert hát, én nappal normális időben ki leviszem, de nem vinném a tiéteket, de hát ti esti szemét kitevők vagytok, hát akkor még nem tudom, mert ti este 10-kor sunyiban nyílik az ajtó, kirak, gyorsan becsuk az ajtót. Tegye ki mindenki reggel 8-kor a szemetét, hogy a rendesek le tudják vinni. Igen. És strigulázd az ajtónkon, amikor elviszed a szemetünket. Egy ilyen törrel. Így van. Egy vadászkéssel, vagy egy csavarhúzóval. Igen, ez már a negyedik a héten. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Sziasztok! Szia! Hello, Zsani! Honnan hívsz minket, Zsani? Bajalhatsz egy kis faluból, Garáról. Garáról? Mennyien laknak ebben a kis faluban? 2000-en körülbelül. Oké, ezért mindenki ismer mindenkit szinte, nem? Tehát ilyen... Igen. Nagyjából. Igen. És mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz? Én egy mosodában dolgozom a lányokkal együtt. Lányokkal? Hány lány van ott? 7 vagyunk összesen. 7 csaj? De jó. Klasszik kis mosoda, mosógépekkel? Igen, szállítóval. Ilyen, mi lenne más, ugye? Hát, tehát, ugye? Tehát most egy baromfi állatfeldolgozó az ritkában van mosodában, nem? Tehát ezért ez így, jó, bekérdeztem. Mosoda, szárító, teregető, vasaló, kutyafáját. Hát milyen mosoda ez? A főnök is nő? Igen, főnök is nő. Hát figyelj, Minari Kedéni. Ellenőrizni kell a többieket, hogy nő ért hozzá. Na megnézzük, jó? Rendben. Hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj! Disznókat tartanak a lépcsőházban? Ez inkább oroszlán nekem. Ja? Tudod, hogy nem vagyok nagy állatbarát. Hihetetlen ezek a disznók. Lehet, fura. Lehet, hogy valahol hever ott egy disznó is. Ennyire városi vagyok nekem, csak vágott formába kerül az asztalomra. Én nem ismerem meg a disznóhangot. Mi van, mi éhes a disznónak? Nem lehet ilyen hangja? De egyébként igen. De ha fúj a szél, mindig a gyomrából jön. Lenyelte a mikrofon. Igen, mutatjuk, mit érekelnek, figyelj. Ez nem nehéz. Még egyszer lehetne? Hogyne? Mi a tő? Nagyon csöndben van a többi csaj. Mivel alszanak, vagy mosnak, vagy... Izgulnak nagyon. Figyelj, de valami életjelet... Hiszen ez egy mosoda. Életjelet adjanak, legalább kiabáljanak, sikítsenek. Látod? Nézd meg, hát ott vannak. Oké. Okay. Valaki megégette magát a gőzölös vasalló. Na, még nem, de előfordulhat. Figyeljetek! Na, legyen már meg, legyen már meg. Ó,
rosszabbat. Akkor megmutatjuk az eredetét, nem? Elfogyott a türelem, vége van, kész. Mi ez a szörnyűség? Na, hát látjátok? Culture Beat. Atyaisten. Na, ez talán meg lesz. Jó van. Azért köszönjük szépen. Mikori vagy, Jani? 87-es. Hát akkor ez nem a te zenét. Ez nem a te zenét. Köszönjük. Mi is köszönjük. Majd próbálkozunk még. Hát azt lehet. Szevasztok, csáó. Sziasztok, Garai lány. Hello. Igen, ez a culture beat. Meg fogjuk kérdezni most majd hány éves a játékos, és akkor ahhoz énekel. Valami olyat kap? Hát igen, hogy létszi, tehát azért erre most ki emlékezett. Mi az, hogy ki? Mindenki. Ja. Ki ért, akkor is járt Dizsibe. Nézd meg, annát emeli a kezét. Atya Isten, culture beat. Volt még más lágerük? Ez Mr. Wayne, ez volt talán még egy-kettő még, nem? Öt perc, pontosan 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra, 8 perce, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Budapesttől Paks irányába sűrű a forgalom és jó látási viszonyok vannak. Kisbarzsó üzeni nekünk, valamint 8-as főút Veszprémi elkerülő szakaszán a Csatári elágazónál a rendőrség és az NKH emberei serényen dolgoznak. Üdv Könyves Nándi. Csorna előtt 10 km-re Győr felé személyautó belement valamibe, amit nem láttam, rendőrök már vannak, kerülgetni kell a törött autók, 1-2 perces torlódás várható. Ez is most jött, valamint a Veszprémi elkerülőn a Lidl körforgalom és a vasútállomás között baleset történt, az út nem járható, rendőr még nincs a helyszínen. Zsolt küldte nekünk, köszönjük szépen. Ezek a legfrissebbek. Jelen pillanatban. Ja nem, van még egy. Nem, ez Szentendre úton laktam, 24 sávos, ez nem az, ez már nem kell. Na, mi van a maszkoddal, hogy állsz? Nagyon jól alakul, már egyébként Barbarának, Kristóf Barbarának köszönhetően a maszkmester, aki dolgozik az arcomon, és egy ilyen Halloween-es maszkot készít az én ábrázatomból, aminek a kedvére egyébként el kellett távolítani az összes szört az arcomról, úgyhogy egy gyerek tegnap nem akart lefekvésülőt puszítani, mert nem ismerte meg a bácsit. Ez zavart. Igen, azt mondta, hogy jaj, ne! Nem tetszett neki szörtelenül az arcom, de nagyon jól alakul egyébként. Barbarával közben beszélgetünk, és mondta például, tök ilyen bizarr beszélgetéseket folytatunk egymásról, hogy azt mondja, hogy hát szombaton még van egy fejlövésem. Oh. Azt sminkeli? Igen. Mindenki készül a különböző maszkokkal. Elárulta, hogy idén is mindenki Heath Ledger akar lenni, pontosabban Joker. Még mindig ez a legmenőbb maszk. De gyerekek között? Gondolom, hát inkább felnőttek. Tényleg? Inkább felnőttek. De te megcsinálsz egy ilyen maszkot, és hova mész? Vannak ilyen Halloween bulik? Persze. Mm. Sok? Elmész, valamit megisztok, és jó lesz. A vége úgyis mindig ugyanaz. Igen, és hajnali 4-kor ide-oda becsöngetsz ezzel a fejjel. Joker, én is Joker. Milyen egy ilyen Halloween buli, hogy ott maszkban járkálnak emberek? Én nem voltam még ilyenen. Hát gondolom, beöltöznek, maszkoznak, isznak. Vannak. Igen, isznak, táncolnak, összesimulnak. És csak nagyon furán néznek ki közben. Igen, mondjuk ezzel a cipzárral csókolózni, és beleakadsz valakibe. De hogy ők már maszkban mennek oda? Vagy ott készülnek el a maszkok? Nem, maszkban. Nagyon sok maszkos embert nem látok rohangálni a pesti éjszakában. Ha, mert este mennek, amikor te még bennülsz a televízióban. Egy megbeszélésem. Igen, igen. Ilyenkor házhoz kell rendelni a taxit, mert egyébként az utcán nem is tudsz fogni. Tehát így megállnék így az út szélén, és akkor így a taxi! Egy kormány mozdulat, és már ott se lenne. Best of lesz, holnap kérdezi Petya. Nem, ilyenkor ünnepi menetrendünk van. Az ünnepi menetrend az pedig ugye, hát azt hiszem, hogy talán hétvégi műsorvezetés jelent, hogy mit jelent az ünnepi menetrend? Roli néz be egy reggel, vagy a Krista jön, a Krista szokott. Vasárnap reggel van, ő csinálja meg ezeket általában. Nincs best of. Nincs best of, az akkor van, ha sima hétköznap van, csak esetleg valamelyik nincs, vagy együtt nem vagyunk, akkor szokott best of lenni. Ünnepnapokon ünnepi menetrendje van a rádiónak, egy biztos Csabi nem lesz. De van semmi tuti. Meglepő nincsen. Azt tudti, gyerekek, hogy holnap se jön be. De hát miért jön egész héten Szabinban? Best of egyébként a Hooligans előtt lesz majd legközelebb. Ó, köszönjük, de rendes. Ez nagyon nagy dolog. Sima csarnok. Ez nagyon komoly. Ez nagyon komoly. Hát bárki más is lehetne. Rendesek voltak. Ezt eszetek, hogy hívjunk nagyon rossz zenekart, és akkor ahhoz képest mi jók vagyunk. Legyen nagy a kontraszt.
Húzzuk fel magunkat. Így van, ezért. Igen, soha senkinek nem volt még az utózenekar a Bestől, vagy a Hooligans, úgyhogy ez is van. Így, azért ez egy nagy dolog. Ők tolják majd az after party. Minden tálalás kérdése. Mi vagyunk a főzenekar. Nagyon jó. Figyelj, két szót hadd mondjak a fotóversenyünkről. Volt nekünk a honlapunkon egy fotópályázatunk, Így ébredtek ti címmel, ugye reggeli ébredésekről készült képeket kellett megosztani velünk. Iszonyatosan sok pályamű érkezett, ami nem csoda, mert egyrészt jó fejek vagytok, másrészt meg nettó 50 ezer forint értékű készpénz, plusz ajándékcsomag az első helyezetnek a nyereménye. És ugyanaz szavazás már, illetve a szavazás még nem zártuk le, a fotópályázatot már igen, de szavazni még mindig lehet. És azok, akik képet töltöttek fel, mindenképpen szóljanak a kedvesüknek, ismerősünknek, barátjuknak, barátnőjüknek, mindenkinek, hogy menjen fel az oldalra és lájkolja a képeket, hogy aztán a jövő héten hétfőn mi is eredményt hirdethessünk. És az igazi profik azok mind Kassa Tibi, elsőként saját magukat lájkolják. Azt úgy kell csinálni. Na, lavina hadművelet, egy kicsit beszéljünk erről, illetve járjunk utána, hogy mi a helyzet ezzel a 10 percen belüli fotózással. Nyilván erről az ORFK is tud, hogy ugye van egy ilyen kitétel, hogy 10 percen belül nem kell a teljes büntetést megfizetni, hanem csak bizonyos összeget. Ugye, majd próbáltuk elemezni a jogszabályokat, minden esetre, hát jó tudni, hogy ez a dolog, ez hogy működik pontosan, mert ránk zúdították a lavina hadműveletet, illetve a héten arról beszéltünk, hogy vajon hogy találják ezt ki? Ki találja ki? Ki a fedőnév elnevezője? Van-e titkos szavazás, vagy van egy gegértekezlet az ORFK-nál, és úgy lesz lavina hadművelet? Belelátnék ebben, nem? Hogy ez tulajdonképpen hogy dől el? Hogy zajlik a brainstorming? Egyetlen embernek a fejéből pattannak ki ezek az ötletek, tehát van egy kreatív mindenek felett? Vagy pedig éppen akinek eszébe jött egy jobb. Nem, szerintem ülnek a palotában, a Teve utcában, a negyedik emeleten, rálátnak a körútra, nézik a munkásokat, ugye most nagy javítás zajlik. Marika, még két kávé! Ezzel elkezdődik az értekezlet, és akkor bedobálják a jobbnál jobbakat. De ez a lavina szerintem jó. Nem? Jó, hát marha gyorsan beépült a köztudatba, tehát ez egy jó névválasztás, mert hogy már mindenki így írja az SMS-eket is. Hogy vigyázz lavina? Igen, vigyázz lavina az M3-ason a 107-es kilométer kőnél, mit tudom, Miskolc felé. Most csak alsan ütöttem, nem biztos, hogy van ott, illetve... Azért lassítsatok. Azért, igen, nem ennyit gyorsan. Na, telefonálunk egyet, felhívjuk az ORFK szakosztályvezetőjét. Ez úgy hangzik, mint van birkózó szakosztály, nem? Fölhívják a Ferencvárosi Tornaklub birkózó szakosztályának vezetőjét. Aki elmondja, hogy ez pontosan mit is jelent, és hány kilométerenként van trafi, most azt is elmondja nekünk, hogy hol van? Hát akkor ennyit már segítsen egy picit, ha tudja esetleg, nem? Hát az összeset végig sorolja. Hát mit mondja egy M3-ason? Elmondhatja ma itt, tényleg. Azt föl kell még rakni a rendőrségnek, ezt kérdezzük már, ne felejtsük el, hogy van-e valami olyan, hol, tehát a police.hu-n például rajta van-e, hogy a mai napon itt és itt biztosan fogunk mérni. Mert van egy ilyen közzétételi parancsolat, nem? Hogy el kell árulni, hogy hol vagyunk. Kidobolja a kisbíró. Kihirdeti a kisbíró, szerintetek? Volt egy ilyen, igen, hogy tudni kell, hogy tehát az autósnak joga van tudni, igen, hogy hol fotóznak, nem tudom, hogy ezt meg lehet nézni, de mindjárt megkérdezünk. Itt van velünk Jánbor István alezredes. Jó reggelt kívánunk! Hello. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánunk! Na, lavina lázban ég mindenki most ott a rendőrségnél? Hát a rendőrségnél nem is mindenki, de a közlekedők körében úgy gondolom, hogy igen. Igen, hát a lavina ránk zúdult, ugye? Ez mióta tart pontosan ez a lavina hadművelet? Ez múlt hét péntek óta, és egészen december közepéig fog tartani. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy heti egy vagy két napon végzünk ilyen jellegű ellenőrzést. Hogy zajlik ennek a hadműveletnek, vagy én nem tudom, hogy hívjam ezt pontosan? Fedőnévnek a kitalálás. Milyen hadművelet, vagy mi ez? Mert van egy hadművelet, és annak van egy fedőneve, de mi ez? Mi nem háborúzunk. Hát jó, hát csak igazából egy ellenőrzés sorozat ez. Egyébként nem teljesen új találmány, körülbelül 20 éve volt az első ilyen, és akkor kapta ezt a nevet, és gyakorlatilag azóta használjuk ezt a nevet. És hát mondjuk volt az elmúlt időszakban egy kis szünet, de most ismét elővettünk egy régi módszert. Ez hogy van, hogy egyszer csak valaki kihúzza a fiókot, és megtalálja, hogy volt egy ilyen 20 éve? Vagy ez így 20 évig nem használja a rendőrség, aztán egyszer csak ezt valaki kitalálja? Vagy hogy kerül elő egy ilyen... Nem, 20 éve nem használtuk. Azt mondom, hogy közel 20 éve volt az első. És most ez elmúlt néhány évben nem használtuk. Hát azért nem naponta cserélődik itt az állomány. Tehát van, aki emlékezett arra, hogy volt korábban ilyen jellegű ellenőrzés, és ez volt a neve. Uh-huh. És hát azért a kollégáinknak is ismerős ez a név, és hogyha csak ennyit kellett mondani, akkor már rögtön tudták, hogy ez milyen jellegű ellenőrzést jelent. De hogy ugrott be? Tehát azt nem lehet, hogy álltak a kávégép mellett, és akkor így, jaj, Jóska, emlékszel?
Én nem voltam ott. 18 éve volt ez, de én a kérdésükre utána érdeklődtem annál, aki ott volt ennél, az ötletnél, vagy ennél a névkitalálásnál, és hát azt mondta, hogy igazából fölmerült több név, itt összeültek, gondolkodtak, és akkor valamiért megtetszett. Hát ugye Magyarországon sok esetben nem fordul elő lavina, tehát ez azért ilyen szempontból is egy figyelemfelkeltő, hogy Magyarországon egy ilyen nevű akció van. Hát az a lényeg, hogy itt, ahogy említettem, meg önök is tudják, hogy itt úgymond egy sok eszközzel, vagy nem egy, tehát nagyon sok eszközzel az utakra megyünk, és gyakorlatilag azt a hatást szeretnénk megszüntetni, vagy azt a gondolkodásmódot szeretnénk megszüntetni, hogy valaki találkozik egy sebességmérővel, akkor azt vélelmezze, hogy 20, 30 vagy 100 kilométeren belül nem fog találkozni újjal. És akkor nyugodtan túlépheti a sebességet. Egyébként kimutathatóan, amikor ilyen hadművelet jelleggel vannak trafipaxok az úton, mint például lavinahadművelet, akkor csökkennek a gyorshajtások? Vagy van ennek bármiféle kézzelfogható eredménye? Hát hadd mondjam azt, hogy a gyorshajtások számát mi tudjuk növelni és csökkenteni is. Ha több eszközzel ellenőrzünk, akkor idézőjelben több lesz a gyorshajtás, hiszen gyorshajtásról csak akkor szoktunk beszélni, ami, vagy azon eseteket szoktuk gyorshajtásként emlegetni, amiket a rendőrség detektál, érzékel, dokumentál. Tehát gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy ezt a közlekedők tudják leginkább megítélni, hogy mi a hatása. De sosem szabad abban gondolkodni, hogy most rögtön mi a hatása. Mindig hosszú távon kell nézni. Én egyébként az utakon közlekedve azt tapasztalom, hogy azokon az utakon is van hatása, ahol nem végzünk ilyen sebességellenőrzést. Már önmagában annak is van hatása, hogy például önök is beszélnek róla. És igazából azt tudom mondani, hogy a média segítségével legalább ugyanannyi emberhez, hanem többhöz jut el ennek az ellenőrzésnek a híre, mint ahány emberrel mi találkozunk egy jogsértéssel kapcsolatos intézkedés során. Tehát ezért is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a közvéleményt a média útján is tájékoztassuk, hiszen, ahogy említettem, így sokkal több emberhez jut el az az információ, hogy a rendőrség kín van az utakon, és igen, vannak olyan emberek, akiknek úgymond ez a hír kell, és ennek hatására visszavesznek a sebességből. És a hatás az mennyi ideig érezhető? Tehát amikor abban marad, akkor utána van bármi olyan, ami kimutatja azt, hogy újra gyorsabban mennek? Hát igazából ezek a ilyen jellegű felméréseink nincsenek. Ezek szubjektívek, hogy mit tapasztalunk, de hát azt tudom mondani, hogy mi bízunk abban, hogy ezek az ellenőrzések és az ezekkel kapcsolatos úgymond hírverések hatnak, mert hogyha nem hitnénk benne, akkor nem csinálnánk, akkor valami más kellene csinálni. Nem gondoljuk azt, hogy ezzel az egy akciósorozattal most megoldjuk az ország közlekedésbiztonsági helyzetét, de ez is egy eleme a soknak, hiszen azt gondoljuk, hogy van mit tenni. Például tavaly több mint 600-an veszítették életük az útjainkon, tehát van még kinek az életét. Tehát lehet azt mondani, hogy a rendőrség akkor elégedett, hogyha nem kapnak el senkit. Hát igen, mikor kérdezik tőlünk, hogy milyen eredményei vannak ezeknek az ellenőrzéseknek, akkor azt tudjuk mondani, hogy minket nem az érdekel igazából, hogy hány esetben szabunk ki bírságot, mennyi bírságot szabunk ki. Nekünk a célunk az, hogy ne történjenek balesetek. És igazából annak örülnénk a legjobban, hogyha ilyen ellenőrzések során nem tárnánk föl egyetlen egy jogsértés sem, mert mindenki megtartja azt. Ha keveset kapnak el, azzal a rendőrség elégedett. Ha keveset kapnak el, azzal a pénzügyminiszter nem elégedett. Mert ugye a központi költségvetésbe folyik be a büntetés. Minket nem motivál. Persze, nyilván. Ez a bírságot azért hadd mondjam el, hogy ha a rendőrség dolgozik, és például bírságot szab ki, a rendőrségnek ezzel kapcsolatban csak kiadása van. Tehát úgymond, ha a rendőrség számlájára is fizetik be a bírságot, nekünk azt az utolsó forintig tovább kell utalni. Pontosan tudjuk, hogy a központi költségvetésbe megy a pénz, persze, de hát azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ebből milliárdos bevétele van az államnak, sok-sok milliárd. Mi a helyzet ezzel a 10 percen belüli megbüntetéssel? Ezt ugye nagyon sokan kérdezték tőlünk, mi is megnéztük, hogy ez hogy van, pontosan a jogszabály, hogy a 10 percen belül többször belehajt. Nincs ilyen szabály? Volt, de már nincs. Már nincs, tehát ez megszűnt. Ugye volt valami, hogyha 10 percen belül belehajtok ki egy gyorshajtásba, akkor csak a nagyobbat kellett megfizetni, volt valami ilyesmi. Korábban az volt a szabály, hogy egy azon üzemben tartót nem lehetett
7-10 percen belüli az ő járművével elkövetett jogsértés miatt megbírságolni. És ugye ez jelenthette azt, hogy van egy cég, akinek az egyik járműve Szabolcs megyében, a másik meg Vas megyében közlekedik, és 5 percen belül van a két jogsértés, akkor is csak az egyik miatt lehetett megbüntetni. De voltak olyan esetek, hogy egy jármű elment az egy sebességmérő előtt az egyik irányba, majd megfordult és a másik irányba, és kettő között nem telt el 10 perc, és ekkor is csak egy bírságot lehetett kiszabni. Tehát voltak ennek a szabályozásnak ilyen nem igazán indokolt részei, és gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy annak reális alapja nincsen, hogy valaki 10 percen belül két különböző sebességmérőnél is elhaladjon. Most a reális alap az más, de akkor jogszabály nem véd így az autós, tehát akkor ez nem létező jogszabály. Mikor gyakorlatilag szüntették meg, és ki volt az? Latina hadművelet előtt. És hol lakik, és vannak-e barátai? A kormány döntött így, annak idején mindkettőről. Tehát ezt egy kormányrendelet szabályozta. Ő írta elő, hogy 10 percen belül kétszer nem lehet bírságolni. Illetve hát a kormány is törölte el. Jó, hagyd kérdezek valami mást. Például arról kidönt, hogy a rendőrök hova állhatnak be fotózni. Tehát amit látunk például, hogy bujkálnak, hogy rejtőzködnek, hogy most már kinyitott csomagtartóból mérnek, hogy elbújva mérnek, hogy autópályán például leállósában szembe forgalommal állnak. Tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy amit nem akar látni, az például rendőrtől ilyenfajta viselkedés, nem? Hogy autópályán leállásában szembeforgalom megkülönböztető jelzés nélkül. Tehát ezeket én nem értem. Hát nem az lenne egy rendőr feladat, hogy ne csináljon ilyet? Vagy a rendőr maga dönt arról, hogy ő most reggel hova áll, vagy ott kiküldik, hogy menjél Béla az M3-as 42-es kilométerére, állj be a leállósába szembeforgalommal, és kezdj el mérni. Hogy mondjam, én úgy gondolom, hogy meg kell különböztetni a helyes és a helytelen gyakorlatot. Én is úgy gondolom, hogy ez a leálló sávban a forgalommal szemben való állás azért rejt magában kockázat. Hát, én bízom benne, hogy egyetlen egy rendőrparancsnoka sem mond ilyet. Akkor tehát a rendőr magától áll oda? A vonatkozó belső normák szerint nem a rendőr dönt arról, hogy mikor, hova megy, és ott. Akkor őt oda küldik a leállósávra? Reggel a parancsnokának meg kell határoznia, hogy hova menjen és mit végezzen. Akkor a parancsnok küldi a leállósávra? Hát azt én nem tudom, hogy milyen pontosságig határozza meg a parancsnok, hogy hova menjen. De azt azért vegyük figyelembe, hogy még a KRESZ is kimondja, hogy a megállása és a várakozásra vonatkozó szabályok az ilyen járműre nem vonatkoznak. Nyilvánvalóan azért veszélyhelyzetet nem hozhat létre. De egyetértünk azzal, hogy ez például egy veszélyhelyzet, nem? Hogy hát folyamatosan egy órán keresztül áll az M3-as jobb oldalán szembeforgalommal, például egy 100-as táblánál, egy balkanyarnál, áll a leállósában. Én, ahogy említettem, én is úgy gondolom, hogy a szembeforgalommal, tehát a forgalommal szemben való megállás az veszélyes, hiszen az ember megretten vagy meglepődik, hogy most jön valaki szembe, és ugye idő kell, mire fölismerj, hogy miről is van szó. Én is azt mondom, itt az ORFK szakmai irányítása részéről, hogy ilyen fajta sebesség ellenőrzést nem támogatunk, hiszen veszélyeket hord magában. De azt is el kell mondanom, hogy ahogy említettem, önmagában az ilyen járművel vannak valamiféle mentségek vagy mentességek a KRESZ-ben is, hogy rá nem vonatkoznak bizonyos várakozási vagy megállás. Elviekben egy ilyen esetben a rendőr ellen eljárás indítható, hogyha szabálytalanul áll meg? Hát ha a KRESZ szabályát megszegte, akkor ő ezért ugyanúgy felelős. Vele szemben a parancsnok a fegyelmi eljárás lefolytatására jogosult parancsnoka alkalmazhat szankciót, de ahogy említettem, maga a KRESZ is azt mondja, hogy bizonyos szabályok nem vonatkoznak az ilyen járműre. Tehát szankcionálni lehet, de mégsem vonatkoznak rá bizonyos szabályok. Hát ezt meg kell nézni, hogy ez pontosan ez a magatartás szabályszege vagy sem. Tehát ahogy említettem, a KRESZ maga azt mondja, hogy az ilyen járműre nem vonatkoznak a megállási és a várakozási szabályok, ugyanakkor ezzel
nem hozhat létre veszélyhelyzetet. Hát ezért mondom, hogy ezt azért a kettőt össze kell vetni, és azt kell megítélni, hogy most ez a helyzet veszélyes vagy. Mert nagyon sok ilyet látni már egyre többet, hogy olyan helyen mérnek, az embernek az esze megáll, nem azzal van a baj, hogy mérnek, hanem az, hogy egyszer hova áll meg néha egy rendőr, ha pedig én nem látom, hogy a leálló sávba áll valaki, én a külső sávba megyek, és előttem megy egy kamion, és úgy döntök, hogy én mondjuk félreállok, akkor nyilván elhúzom jobbra a kormány, de elkezdek lassítani. Ott áll velem szembe egy rendőrautó, akkor nagy csap lesz. Tehát, aminek nem akar neki menni az ember, az egy autó, ráadásul egy rendőrautó. Milyen szabályok vonatkoznak magára a mérőautóra? Tehát, hogy álcázhatja-e magát, ha igen, milyen mértékben, jogszerű ez, ha például az autós nem látja azt a rendőrautót, vagy azt a civil autót, amiből mérnek, vagy vannak valamilyen megkötések a fotózóró autóval vonatkozóan? Igazából szabályok nincsenek. Főleg jogszabályok nincsenek. Úgymond belső elvárások vannak ezzel kapcsolatban, de jogszabályban nincs ez a kérdés szabályozva. Ahogy mondtam, mindössze annyi van, ami a keresztben, hogy ezeket a járműveket el lehet olyan helyen is helyezni, ahol egyébként más járművel nem lehetne megállni vagy várakozni. Igazából azt mondom, hogy ahogy említettem, jogilag nincs tilalmazva, hogy úgymond akár álcázva, akár olyan helyen mérjenek, vagy olyan helyről mérjenek, ahol a közlekedők számára ez nem érzékelhető. De azért el kell mondani azt is, hogy nem véletlen, hogy ilyen jellegű ellenőrzések vannak, nem csak nálunk, hanem a világ többi részén is, hiszen magának az ellenőrzésnek a váratlansága az, ami igazából komoly visszatartó erővel bír. Tehát, hogyha úgymond táblával minden esetben előjelezzük, hogy majd 2 kilométer múlva egy sebességmérő lesz, akkor úgy gondolom, hogy ez a közlekedés biztonságára nem fog kedvezően hatni, és hogyha nem hat kedvezően, akkor ez emberéleteket fog követelni, hiszen lehet, hogy egy évben egy vagy kettő, de biztos, hogy több baleset következik be, vagy több személy veszti az életét. És azt látjuk, hogy igazából kiragadjuk a sebességmérésnek a tevékenységét. De ha úgy gondoljuk, hogy a sebességmérésről elő kellene jelezni a közlekedőknek, akkor úgy gondolom, hogy az ittasság ellenőrzésről is elő kellene jelezni, hogy ott egy rendőr lesz, vagy azt is jelezni kellene, hogy majd egyáltalán lesz egy rendőr 2 kilométer múlva, és mondjuk a vezetői engedélyt fogja csak ellenőrizni. Tehát mindig abból indulunk ki, hogy sok, vagy hogy mondjam, az esetek nagy részében gyorshajtás kapcsán kap valaki szankciót, mert ez a leggyakoribb szabályszegés, és akkor mindig azon helyzetet akarjuk úgymond szabályozni, és azt mondani, hogy de hát milyen illetlenség úgy mérni, hogy én nem látom előre, én mint közlekedő. De ahogy említettem, hogyha a gyorshajtás kapcsán elvárható, hogy én tudjam közlekedőként, hogy majd ellenőrizni fognak, akkor az ittas vezető is elvárhatná, hogy tudja, hogy majd a sarkon, ha befordul, akkor ott lesz egy rendőr. Erről mi is beszélgetünk itt a műsorban, de azért, tehát, hogy ha mondjuk egy balesetveszélyes helyzetet elkerülhetnénk azzal, hogy mondjuk az a bizonyos trafipax, azok a rendőrök egy látható helyen vannak, vagy számítanak rá például, mondok egy egészen konkrét példát, mert erről láttam egy fotót, mondjuk a Nagykörösi úton a zajszűrő vagy zajvédő fal mögött elbújva fotóz a rendőr. Tehát, hogy ott nem lassítja le a járművet, mert nem látja, hanem ugyanúgy megy tovább, és lehet, hogy ez mondjuk 100 méterrel vagy 200 méterrel később az a gyorsan haladó jármű mondjuk egy balesetveszélyes helyzetet teremt. Ha látná, ha tudna róla, akkor valószínűleg lelassítana. Igen, de ha tehát azért itt ezen esettel kapcsolatban hagyj jegyezzem meg azt is, hogy ezen az úton például pontosan a zajfogó fal miatt nem lehet máshol mérni. Tehát nem állhat ki a leálló sávra a rendőr, hogy őt lássák. De ott vannak a felüljárók, nem is egy van belőlük. Hát igen, csak nem minden eszköz alkalmas arra, hogy felüljáróról mérjen. Tehát van például, vannak olyan eszközök, amik gyakorlatilag egy ilyen 30 méteres távolságról képesek képet rögzíteni, és egy felüljáróról nem lehet azzal fotózni. Persze, mi soha nem azt vitatjuk, hogy kell-e trafipax, mert kell. Csak visszatérve még az előző példámra, csak egy röpke eszbefutatás erejéig, hogy például az a rendőr, ami a leállósában áll a szembeforgalommal, az hogy fordul meg az autópályán? Hát valószínűleg a megkülönböztető jelzéseit használom, bízom benne, hogy de nem kell, mert nem azt jelenti, hogy átmegy a menetére a bal oldalról, a jobb oldalra. Én elnézést, hogy ezt mondom, de magam is azt mondom, hogy nem érjenek így a rendőrök. Tehát én magam is láttam úgy, hogy például
jobb és a bal pályát elválasztó járdaszigeten lévő, úgymond egy ilyen átjárónál, tehát ahol megnyithatják a szalagkorlátot, ott áll benne. Egyáltalán nem támogatjuk az ilyen helyzeteket, hogy így mérjenek. Tehát mi is azt mondjuk, hogy ezek veszélyes a rendőr számára is, meg a közlekedők számára is. Jó, de természetesen a legjobb, hogy nem kell gyorsan menni, és ezt abszolút aláírjuk, sőt, erre szükség van, tehát senki nem vitatja, hogy kell, aki gyorsan megy, megérdemli, fizesse be. Tehát ezzel abszolút egyetértünk, nem a gyorshajtókat akarjuk ezen beszélgetéssel védeni, én legalábbis én biztos sem gondolom. Csak én sem gondolom, mondom, hogy azért itt vannak érdekes dolgok. Amik... Van egyfajta gondolkodásmód, hogy a gyorshajtás az egy bocsánatos bűn. Tehát nem ciki egy társaságban erről beszélni, hogy képzeld el, megbüntettek engem gyorsan. Persze, hát mi még a fotót is elemezzük itt élőadásra, amikor valaki beleszalad, mert szaladunk se. Bele azért. A szóval... lavina hadműveletben van a rendőrségnek adatközlési kötelezettsége, tehát le kell-e a polisz.hu-n például meg lehet-e nézni azt, hogy hol lesz például a Trafipax a mai napon? Hát ezeket a lavina kapcsán nem tettük közé, de a mindenkori következő havi sebesség ellenőrzési helyeket közzé tesszük. Tehát nem a pontos van. Helyet, hanem azt az utcakat, vagy lakóterzen azt az utcát megjelölve, ahol sebesség ellenőrzést végzünk. De akkor a lavina az nincs fönt? Hát így konkrétan, hogy a lavina sebesség ellenőrzés kapcsán hol vagyunk, ez így nem lett közzé téve. Az útvonalakat meg tudjuk mondani, közöltük is, hogy gyorsforgalmi utakon, illetve egy számjegyű főútvonalakon, egy-két több számjegyű főútvonalon, tehát ilyen helyeken ellenőrzünk, ahogy említettem, heti egy vagy két alkalommal, legközelebb jövő héten hétfőn és csütörtökön lesz ilyen jellegű ellenőrzés. Köszönjük. Jó, megkérdeztünk mindent, amit szerettünk volna. Nagyon szépen köszönjük, jó munkát. Arccal a lavina felé. Köszönjük, köszönjük szépen. Jámbor is a lezredest hallottuk az ORFK-tól. 8:30 pontosan 3 perccel jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt, kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Nagyon sok hozzászólás még a Trafipaxos SMS-ekhez, hogy miért jó ez vagy az, ki egyetért azzal, amit elhangzott ki. Nem például valaki azt írja, sok mindenben igazatok van, srácok, de mondjuk ki, a trafi bújtatása azért is jó lehet, mert pont a bizonytalanság lehet az elrettentő erő, hogy sehol nem kockáztatom, hogy gyorsan menjek. Ezzel én egyébként abszolút egyetértek. Igen. De van valami egészen más, amivel például nem. Tehát tényleg nem a méréssel van a baj, hanem azzal, amikor számomra egyértelműen arról szól, hogy pénzt vegyenek ki az autósuk sebéből. Tehát amikor van egy 50-es tábla, és 30 méter erejéig 30-as korlátozás van, és hirtelen nem érted, hogy miért 50-nel mész, az adott útszakaszon évek óta 50-nel mész, és egyszer csak kikerül oda egy 30-as tábla teljesen érthetetlen módon, nem? Nagyfék. Nem is veszed észre, és hirtelen a 30-as tábla mellett azonnal ott áll gyorsan egy rendőr, az számomra egyértelmű, hogy arról szól. Mondok mást, amikor beérsz a városba, például, akkor ugye mi történik? Mész az autópályán, 130-as tábla. Kint van az első 100-as tábla. Az első 100-as tábla az azért van kint már a város előtt jóval, hogy ne csak te lassuljál le, hanem a forgalom tempója is lassuljon, tehát neked legyen időd megérkezni a városba, hogy mire konkrétan beérsz az agglomerációból, addigra észrevedd, hogy lassulnod kell, és hogy lelassuljál. Ezt nagyon sok nyugati országban használják. Ott viszont nem mérnek. Mert a táblának nem az a lényege, hogy te ott azonnal 100-ra kell, hogy visszalassítsál, hanem van 2-3 figyelmeztető tábla, hogy mire te beérsz a városba, addigra már csak egy adott pillanattal, tehát adott sebességgel menjél. Ugye 130-al jössz, nem feltételezhető az, hogy te azonnal észreveszed az első táblát, de 1 vagy 2 kilométerenként folyamatosan villognak a 100-as táblák, és te elkezdesz lassulni, és érzed, hogy a forgalom is lassul, a tempó is lassul, tehát a városba beömlő forgalmat felkészítik arra, hogy itt már lassabban kell menni. Mert mondjuk 2 órát utaztál 130-al. Érted? És akkor ne 130-al érkezd meg az hogy 50-es. Hogy ne 130-al érkeznek 2 óra után, de ha te nem veszed észre az első 100-as táblát, az még nem baj, mert 1 kilométer, 2 kilométer, 3 kilométer után még ott vannak a 100-100, és egyszerűen csak a tempóból veszed észre, hogy akkor itt elkezdesz lassulni. Nem azt mondom, hogy ne figyeljük a táblákat. Én azt mondom, hogy például sok nyugati országban az első 100-as tábla az nem mindig egyből von szankciót maga után, mert megértik a lényeget, hogy ez miről szól. Nem arról szól, hogy azonnal büntessünk, nem arról szól, hogy aki 130-ról 100-ra nem lassít be, azonnal fizesse 30 ezeret, és érted?
csengessen, uh-huh. és vegyünk ki, hanem, hogy kedves utas, itt vagy, ide érkeztél, vedd észre, kezdj el szépen lassulni, mert a forgalom is lelassul veled együtt. És akkor a második vagy a harmadik százas táblához már nyilván kiállnak, mert az se jó, ha te a 300-as táblán átviharzol 130-al. Itt meg ugye mi van? Beérsz 2 óra vezetés után bármelyik autópályáról, és az első 100-as táblánál, ahol még egyébként van egy 10 km az autópályából, hiszen addig még nem érkezel meg a városba, tehát nem arról van szó, hogy 130-al mész át a bakcsomóponton, telibe fotóznak. És akkor itt nincs meg a logika, nincs meg a lényeg, hogy miről szól nyugaton sokszor egy sebességkorlátozó tábla. Hogy nem mindig az azonnali visszalassulásról, hanem például autópályán a tempó, a dinamizmus szép fokozatos elvételéről, ahogy lassul a forgalom, úgy lassulsz te is. Itt meg mi van? Az első 100-as táblába, ahogy belerongyolsz, mert még nem veszed észre, páf, már fotóznak. Meg tehát sok, nekem ezzel van a bajom, nem azzal, hogy fotóznak, érted? Hanem amikor ilyen egyöntetően ez csak arról szól, hogy pénzbevétel, és nem arról, hogy ennek visszatartó vagy szankcionáló ereje legyen. Uh-huh. Szerintem ez a baj. Na, ezt akartam mondani, hogy ugye azt mondtad az előbb, hogy erre nincs igazán jó magyarázat, de hogy nincs köll a lóvé. Nyilván, hát figyelj, azért azt ne tagadjuk, hogyha egy központi költségvetésben az évelején be van táblázva, hogy közlekedési bírságokba kell folyni a 14, 16, 30, 25 milliárdnak, akkor nyilván azért ne legyünk naívak, azt a rendőrségnek kiadják, hogy gyerekek, ezeket a számokat tartani kell. Tehát, hogy ez a központi költségvetésbe áramlik, de mondom még egyszer, nem azzal van a bajom, hogy a gyorshajtókat fotózzák, mert ha egyetlen egy emberrel kevesebb hal meg az úton, vagy egyetlen egy emberrel kevesebb töri össze magát vagy az autóját, akkor már megéri, hogy ennyi fotózás van. Nem? Tehát aki azt mondja, hogy nincs rá szükség, vagy ez csak egyértelmű pénzbajtás, hülyeség. Ennek igenis van visszatartó ereje. Igenis nagyon sokan a nagykörösén azért mennek lassan, mert félnek, hogy lefotózzák őket. Tök jó. De ha lassan mész, és közben valaki kilép eléd ott a bokorból, mert ez egy nagy hosszú bokros rész, akkor meg tudsz állni. Ha gyorsan mész, elütöd, akkor valaki meghal. Csak amikor ilyen nagyon-nagyon öncélú a dolog. Vagy amikor az M3-asnál, egy balkanyarnál a 130-ról vissza kell lassítanod 100-ra. És hogy ne emlékeznék rá. És ugye nem tudod, és ez egy bevető kanyar 130-al is. És ott áll a leállósába szembeled a rendőr, és azonnal szembelő, az szól nekem arról, hogy na itt nem biztos, hogy a szankcionálás, meg az, hogy menj lassabban, kedves honpolgár, a cél, hanem az, hogy egyértelmű olyan helyre állok, ahol tuti 10-ből 8 belefut, tehát mi van, bevétel van belőle. Nem? Így van, és még ráadásul baleset veszélyes is, ahogy ezt elmondtad, hogy ha lehúzódsz valaki mögül, nem veszed észre, akkor azonnal belerongyoltál. Plusz nyilvánvaló, hogy ilyen rendőrkanyarral fordul meg helyben a rendőrautó. Tehát amikor szembe áll veled, ugye neki vissza kell fordulnia valahogy. Hát igen, vagy. Na hogy? Hát vagy a pihenőbe megfordul, és visszajön a leállósába szembeforszába villogóval. Igen. Az végszem. Na jó, van, megkérdeztük, amit lehetett, mindenki menjen lassan, tartsa be a szabályokat, akkor nem kell fizetni, és nem lesz baj. Trafi Hunter. Tessék? Trafi Hunter. Trafi Hunter. Na, ilyeneket nem akarok bemondani. Miért? Mert azt nem mondjuk be. Nem mondtam sem. Azt felejtsétek el. Valakivel már is hármasugrást játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Attila! Vagyok, igen, mondjad. Hello, Attila, jó reggel! Mondjad, hát ne haragudj, igen. Ne haragudj, hogy nem mondtam. Igen, talán azért, mert nem hallottalak. Honnan hívsz minket, Attila? Erenden vagyok, a porcelángyárban. Hú, Attila, nem lehet, hogy az játszik, aki segített neked, hogy te most hol vagy? Hallottad, mikor megkérdezte hátul, Herend? Hol vagy, Attila? Erenden. Ki segített, Attila? Mondd meg a... Senki, hát én hallgatlak benneteket. Ja, hallgatsz minket. Jó, csak olyan volt, mint egy társad odasúgta volna, hogy Herendem, vagy azt hallottuk, hogy ott valami munkatársad beleszólt. Itt ki vagyunk hangosítva, aztán itt leintettem a lányokat, hogy nagyon zajos a háttér. Ha ráadásul lány volt, akkor picit hormonzavaros is. Vagy legalábbis nagyon, mi egy nagyon mély férfi hangot hallottunk, de ha lány volt, akkor bocsánat. Lányok vannak itt. Mit csinálsz éppen? Milyen munkafolyamatban vagy, Attila? Hát én festő vagyok, úgyhogy szobrokat festek, éppen lovak vannak előttem, meg madonnák. Ugró ló van két hátsó lábon, kicsit így az elsőben. Ezek lépkednek, de olyan. De szép, a híres lovas madonna kompozíció. A Madonna az nem lovagol, hanem Jézuskát tartja kezibe. És klasszik, szép porcelán lovak, amiket éppen festesz, mint porcelán festő? Így van, így van. De jó, és egy nap hányat csinálsz meg, vagy mennyire ilyen pepecselős munka ez? Hát több darabot csinálunk, úgyhogy 8-10 darab van előttem. Az körülbelül egy napi munka. 8-10 porcelán lovat megfestesz egy nap alatt.
És mindig ugyanaz, tehát lehet, hogy évig most lovat festesz, vagy minden nap van, amikor nem, ez nem, az. Nem, ezek válta, vetésforgóban vagyunk. Hát van vagy 3000 típusú figuránk, amiket hát azért jönnek, mennek. Pásztor fiú van? Van, hogy ne lenne. Hát, de itt oda kell figyelni, nem? Húha, kicsit vastag lett a szemöldöke a Madonnának. Az most divat. Ez nem kis eltűnde. Ja. Ez jó. És a többiek mit festenek? Hát a Victoria mintát, azt nagyjából ismerhetitek. Persze. Annak az új változatát, amit a Windsor ház is szeretettel vásárol. Meg egyéb kínai dekorokat, éppen itt a közvetlen kolléganőm meg egy hatalmas tálat fest rózsalugassal a közepibe. Hát az milyen szép. Egyébként tudom, hogy nálatok vannak más állatok is, ilyen gepárd, futógepárd, meg elefánt, meg ilyeneket is csináltok, nem? Hogyne. Igen. Most fejeztem be egy nagyobb tétel tigrist. Lopakodó tigris. Van lopakodó tigris, meg van futó gepárd is, ha jól tudom. A futásának a pillanata van megörökítve, és illetve van elefánt is, ami emeli az ormányát, hogy locsol valamit, hogy nem tudom, ilyeneket láttam múltkor, igen. Van, többféle. Na jó, ki az, aki segít neked név szerint? Csacsa. Csacsa. Már olvastátok be, mert ilyen közúti jelentést szokott beírni nektek. Igen? Persze. Mindig elküldi, hogy mi a hír arra felé, vagy mi történik az utakon? Így van. Na jól van, Attila. Neki megyünk, aztán meglátjuk, meddig jutsz, jó? Jó, oké. Okay. Figyelj, így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztója. Melyik hegység lábánál található Pécs? Hát Mecsek. Hát. Ne adjuk. Hát, így szerepes. Ha kinek néztek, persze, hogy a Mecsek. Örülsz picit? Hogyne. Csacsa is? Én elég sűrű járok a Mecsekbe, úgyhogy azért illik tudni. Mit csinálsz ott? Túrázni járok oda, vagy nyaralni Harkányba. Harkányi. Azt hittem átmész a Zsolnaiba egy kicsit festeni. Meglesed a konkurenciát. Náluk, de nem festeni, csak megnézni őket. Oké, okay, na megyünk tovább, jó? Okay. Dedikált egér alá tétért, így szól a második kérdés. Ki a sakktörténet legsikeresebb női sakkozója? Hát a Polgár Zsófi szerintem. Hogy? Vagy Zsuzsa. Vegyél egy levegőt. Zsuzsa, bocsánat. Igen? És a Polgár volt a jó a mondatodból egyébként. Ja, Judit, bocsánat. Ja. Na mit nyomjak? Polgár Judit. Mit mondunk? Hát kimondta a jó választ, csak hát... Majd mindjárt olvassátok csak el szépen, hogy mit kapunk ezért. Szerintem nem menj tovább. Mert igen, most nagyon-nagyon jó fejek vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy most ezt jó megfejtettem, de... Én ezt azért adtam meg, mert nem volt teljesen rossz. Aha, tehát a Polgár családot tudtam, most okay. Onnan már azért most, hogy most Judit, hogy amit szerintem néha lehetünk egy kicsit engedékenyek, most bemondta volna, hogy Karpovné, vagy ne, Kasparovné, valamit. Most azt mondom, hogy a Polgár családból csak már a keresztnevet nem találta el, azért az félig szerintem megadható. Ja. Nem? Ennyire most lehetünk engedékenyek. Jani azt mondja, állj meg! És ő írja a kérdéseket. Csak... hogy ne álljak. Hát a lányok könnyen mondják, nem ők játszanak. Én a nagyfokú jó indulatunk miatt mondom, hogy állj meg inkább. Tehát, hogy... Te hogy érzed? Azt mondják, gumózzunk. Jó. Egy kicsit pessimista hozzáállás, mert még ott nem vagyunk. Így szól a harmadik kérdés Erikát Bögrért. Melyik savat nevezik választóvíznek is? Nem volt már ez a kérdés? Nem. Csak akartuk, hogy legyen, de nem jutottunk. Nagyon akartad, de nem tudtad, rám tuk már aztán végül. Választóvíz. Melyik sav választóvíz? Na! Ott valaki jót mond, Attila. Salétrom. Aj, de egy szerencséd van, hogy... Őte. Hallod? Így van. Ja. De kinek szól? Nektek! Ja, hát igen. Jó, megadjuk, jó, megvan a bögre, megvan az egérölátét, megvan a nyakbalkasztó, és ezeket mi dedikáljuk is, és elküldjük nektek. Hát rád bízzuk, hogy kinek mennyit adsz, én azért megszórnám a többieket is, mert hozzájárultak. Jó, Attila? Hogy, ne, köszönöm szépen. Csacsának jusson. Szevasztok, köszi!
Sziasztok! Hello! Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! Na most néha egy picit lehet. Látni kéne ilyen, hogy mi történik, én nézek rátok, és két ilyen kérdő. Na most kérdőjel, igen, hogy most ezt miért? Szerintem a polgár, hát ha már azt tudja, már na azt jó, szét, de megadható, érted, nem? Tehát hogy egy család, akkor a polgár apukát is megadható. Na jó, de nő is akkozónak. Lehet ezt most ezt fogadni szerintem. 5 perc, szóval 9 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. 9 óra, 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csütörtök van, a hét utolsó munkanapja. Király, jobbulás. Kösz már akinek, ugye? Ja, ne haragudjál. Ja, bocsáss meg. Hogy, ugye? Hogy még van a melóból. Még van egy kevéske. Istenem, kirándulások ebben a jó időben. Család, gyerekek, programok. Feri, élve akarsz kijutni az időben? Közös baráti buli. Sütögetések, Halloween party. Már akinek, ugye? Kaja, pia, csajok. Megemlékszem, hogy talán valamelyik csupaszti sztoriban volt, amikor Ed mondta izinek, Franknek, hogy, ja nem, Frank mondta Ednek, aki régóta családos volt, hogy ja, és hogy ennyire elegem van ebből az egészből, és csak a nők, és a szex. Ez ki volt? Amikor Frank mondta Ednek. A haverjának, aki nagyon régóta már ugyanazzal a nővel élte az életét, és tudod, hogy mennyire fáraszt, tudod, hogy mennyire elegem van ebből? Csak a csajok, a nők, a szex, és közben pedig így csúszott le az asztal. Kemény az, igen. Na, a trafi M7-es letegyen felé a 145-ös kilométernél forgalommal szemben, forgalomtól elzárt területen belelóg a leállósáv vonalába is. Addig csináljuk, amíg egy kamion szét nem bombáz valakit, ezt a gumizsiráf üzente nekünk, köszönjük szépen. M3-as balkanyar 100-as tábla, én is beszívtam 30 ezerrel megtámogatva a központi költségvetést. Gyömrő ülő keresztetésében ott henyélnek, van, hogy két kocsi is ott áldogál. M1 M0-as bevezetőnél szintén mérnek, ezt Szilárd küldte nekünk. A Soroksári út 42-es, 44-es kilométerénél mérik a Petőfi híd felé haladókat. Igen, a 42 Soroksári út 42-44-nél mérik a Petőfi híd felé haladókat, mindenkinek jó utat. Szandi, Pécs, Komlói út város széli részén mérnek, mert a 2-es kilométer 60-as tábla után közvetlen a város vége táblától visszafelé 150 méter 50-es tábla. Mondd vissza, Jani! Tábla! Igen! Ez egy nehéz lenne. Emete 148-as szintén, ezt mondtam, és a Gödöllői Nagykönyör után egy szorgalmi úton sorompóval lezárt, megy be a rendőrautó, és egy külön részen nem a leállósában áll, írja ezt valaki. Az a klasszikus, ez a klasszik balkanyar. Az M3-asom. Na. Meddig kell nézzem ezt? Igen, tök jó, mert én is értem, hogy egy 4 órája itt ülsz egy cipzárral a fejeden, véres zombinak maszkírozva. Én szeretem, hogy ez a kattanásod, hogy a horrorra indulsz be, de hogy konkrétan kicsit nem tudom eldönteni, hogy Ricsi Bohóc vagy a Walking Deadből. Nem, mert sajnos jó sikerült, az a baj. Egy szétnyírfejű Bohóc vagy a Walking Deadből valaki. Jani ugyanis egy maszkmester segítségével most leginkább önön szórakoztatására csináltatott ma reggel magának egy maszkot. Nem csak az önön szórakoztatásomra, ebben azért bízom, de Kristóf Barbara maszkmesternek a segítségével próbálunk meg tippet adni azoknak, akik készülnek egy hétvégi Halloween partira, hogy mit lehet otthon is egyébként összehozni, egy kis sminkészlet, egy kontaktlencse és némi művér segítségével, meg kell hozzá egy cipzár. Igen, kell hozzá egy cipzár, kell hozzá bőragasztó, kell hozzá egy kis művér és két piros vérszerű kontaktlencse. Hát ez minden háztartásban. Ez tulajdonképpen... De még beszerezhető. Még be egyébként, igen. Be lehet, és csak mondom, hogy még egyszer hangsúlyozom, ha valaki esetleg nem hallotta, hogy én ennek a maszknak az eredetiét fenntaláltam a neten, egy teljesen civil lánka rakta magának össze otthon, és aztán szétspiccelt mindenfele. Az a világháló, ha oldalról látnak, akkor tényleg úgy nézel ki, mint egy szétnyílt fejű Ricsi Bohóc. Mert ugye fehérre vagy sprinkelve, fehér a bőröd. És ez téged boldoggá tesz. És nem tudom, hogy irritálsz, vagy tetszik. Igen, tudom. Nem az tudom, belőle milyen teljesen érzés... mást vált ki. Igen, milyen érzések vannak bennem. Igen, de jó egyébként. Fönt van a leten nálunk. Föl fogjuk tenni nem sokára, és akkor meg tudjátok nézni, tudjátok majd utálni rettenetesen a dolgot, akinek szereti a horror műfajt, az nyilván csípni fogja. Jó, itt az idő, hogy a pelenkázást visszaad, ülj az ölébe és puszilgass tőle a művére száddal. De tényleg, most te jössz, Jani. Most te jössz. Az van, hogy jól járna vele, mert szamóca ízű a művér a számban. Nagyon fura. Én nem azt mondtam, hogy csókolózhatok. Ja. Ha jó fej vagy, ma egész nap ezt fönt hagyod. Nem vagyok jó fej.
ha igazán bevállalós vagy. Értire beülnél így. Főleg úgy, hogy ma még megyünk forgatni. Azért. 12:30-kor forgatunk egy jelenetet, azt pont szeretném, hogy így lenne. Na, Krisztián Zaharias, mond nektek valamit ez a név? Mindig fölkapom a fejem, nagyon jókat, nagyon jók jönnek Zaharias úrtól. Ő az, aki a londoni tudományos akadémián, tudod, Jani, amit a múltkor beszéltünk, az az új felmérés, amit csinált a Zaharias. Ő az a 400 oldalas tanulmány, amit egymás kezéből tértünk és olvastunk végig. Christian Zaharias göteborgi koncertjén kétszer csörrend meg hangosan a telefon, a zenekar reakciójánál kellemetlenebb dolog ma már, ugye egyébként nem is létezik. Megcsörrentő kinyomta, a zenekar játszott tovább, megint megcsörrentő, megint kinyomta, és mintha semmi nem történt volna, játszott tovább. Ő egyébként egy szimfonikus zenekarban zenél, azért az meglehetősen kellemetlen. Aha. És látszik a videón, hogy Zaharias teljes átéléssel játszik, tehát hihetetlenül Haydn egyik zongora darabját játsszák. Amikor megszólal, egy olyan csengő hang, ami egy ilyen régi Nokia 3210-esen csengett így egyébként. Ja, még csak nem is egy Vivaldi. Tessék? Még csak nem is egy Vivaldi, hanem csak egy egyszerű csengő hang. Igen. De ez egy régebbi jelenet, ez nincs meg, ezt nem láttátok? Szenzációs, megáll a zenekar, Zaharias pedig csak annyit mondta, hogy ne vegye fel, hadd csörögjön. De már akkor nem neki szólal meg, hanem a zenekarban valakinek, ő a karmester, ugye? Aha. Na várj, megnézzük a videót. Kielemezzük. Én szerintem ezt már láttam, csak nem emlékszem pontosan, hogy történt. Most nem láttátok a Roger Federernek este 3-4-12-kor a sajtótájékoztatóját? Nem nézitek? Hát hol éltek ti? Azt a roh, mekkora hülye vagyok, Jani! Nem szólsz ilyen. Nem nézted a... Hát a sajtótájékoztatód, azt nagyon. Amikor még Bázelban, azt hiszem pont a Dimitrovot megverte a Del Potro előtt. Soha nem hagyok ki egyetlen Federer sajtótájékoztatót sem, de most ez valamiért. Kimaradt? Megszólalt Federernek a mobilja. Este 11:30-kor. Nagyon vicces volt, kérdezik az újságírók, szól a mobilja. Kinyomja. Megszólal megint a telefonja, megiránézünk, háromszor szólalt meg a telefonja, és mondta, hogy ilyen későn már senki nem lehet fontos, de nem mondta el, hogy ki hívja. Aha. Majd a végén, amikor befejezte a sajtótájékoztatót, akkor mondta, hogy bennem kell, mert egy-két fontos telefont még el kell intéznem. Jó dugát nyomott egyébként. Na, szóval a pasi egy zongorista? Igen, az biztos, arra most én rákerestem. A pasi egy zongorista? Zongorista. Zakariás. Zakariás. Legyen az Zakariás. Zakariás. Rákerestem. Christian Zaharias. Na figyelj, így szólt ez. Megnézzük, hogy van-e hangja, vagy. Remélem nem egy telefonreklám. De szép. Hagyja, hogy is. Tölt arca. Kötött végig. És kinél csörög. Na várjál. Your concert gets interrupted. Ez nehéz. Ő az, aki zongorázik. A zenészek döbbenten ülnek, de senki nem nyúl oda, hogy felvegye a telefon. Viszont lehet, hogy magának a teremnek olyan az akusztikája, hogy ez lehet, hogy közben valahol a néző között szólalt meg, és erre mondja a Zaharias, ha már így hívjuk szegény, hogy ne vegye fel, hadd csörögjön. És nem biztos, hogy ez a zenészek között szólalt meg, tehát ez valószínű, hogy inkább ez... A nézőtéren valahol. Igen. És ez már a második alkalom, amikor megszólalt. Ez az a pillanat, amikor nem nyúlsz oda, mert igen, tudod, hogy te leszel a ciki, a hülye, a műveletlen. When do you decide to stop? Igen, ugye itt arról beszél, hogy most miért döntött, hogy abba hagyja, vagy nem hagyja abba. A testbeszéd a legérdekesebb, hogy letesz, zongorázik, leengedi a két kezét, és így összerogyasz. Igen. Ezt nem hiszem el, ezt a parasztot. Életem legnagyobb fuskalát játszottam. Ilyenkor mit csinálsz? Oda nyúlsz és kinyomod, vagy te is riadtan körbenézel, és úgy csinálsz, mintha nem nálad szólna? Mert ugye lokalizálni nem lehet, csak hallod, hogy valahonnan jön a hang. Oda mersz nyúlni, és kimered nyomni? Körülötted kb. 4 ember tudja, hogy te vagy, de a többiek nem. De a többiek nem tudják, akkor inkább a 4 előtt égek rommá, mint az egész terem előtt, aki keresi a hangforrását. Nem? Hát vagy pedig azt mondja, bocs, anyám az. Mi van, mama? Mondja, nyugodtan, tökig van az aksim. Zaharias koncerten vagyok, hagyjál már békén. Na, köszi, szóval, folytathatod. Szóval a Bajornak volt egy jelenet, amikor moziből is megszól a telefonja. Micsoda? El akar hagyni? Adod neki rendeset? Mondja, nyugodtan, tökig van az aksim. Ez megvan. El akar hagyni? Adod nagyon neki kemény rendeset? De szegény zongoraművész, és abban a pillanatban arra gondolt, hogy úristen, és
ilyen emberek miatt tanulok én 30 éve zongorázni. A testbeszédében ez van sok egyébként. Sok próba, mi a legcikibb lemondás. Hely? Mi a legcikibb hely, ahol megszólalhat? Ugye klasszikus zenei koncert, ezt látjuk. A én azt imádom, recsőre van állítva. Figyelj, ha a popsírba megszólalna Feri, én gyertyállásig üldöznélek. Na most menj föl gyertyállásba. Úristen, ez a Feri sokkal jó fejvét gond. Igen, hihetetlen. Eddig is bírtam, de most már. Tud seggel fuvolázni. Nem, csak a telefonom. Csak... És ráadásul egy Nokia, egy régi. Azt fér föl. Igen, nem is. Most látom iPad. Igen. Mindenképpen szerintem az ilyen mozi színház, tehát ott a legkellemetlenebb, nem temetés talán, tehát az tud még kellemetlen lenni. Hú. Én arra gondoltam, temetés, gyászbeszéd, síró rokonok, és egyszer csak, hogy az enyém megszólalna a Highway to Hell-el. Ja, igen. Az a csenkő. Igen, nekem pedig Entrex, India. Na, az is jó. Templomban. Írjanak már olyanok, akik megszólalt, vagy akiknek megszólalt, de nem csak olyanok, hanem akik például olyan munkát végeznek, hogy közben ciki, hogy megszólal, hogy dokinak például szülés közben, vagy műtét közben. Hát azért az se jó, terpeszt a nőszegény, éppen küzd, hogy létrehozza, vagy világra hozza a gyermekét, és közben a doki ott a két lába között meg kell telefonálni, nem egy megnyugtató pillanat. Anyakönyvvezetőnek, hogy keresztelő közben. Igen, hogy kinek hol milyen pillanatban szólalt meg a telefonja. Itt van velünk Havasi Balázs, akinek szintén volt már ilyen pillanat. A Balázs, jó reggelt! Hello! Hello, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Na, neked volt már ilyen, hogy megszólalt koncert közben, vagy valakinek a közönségben? Nyilván az Andynek egyébként, ugye ti játszatok együtt a Hooligans dobosával, és ő biztos nem halkítja le. Nálunk azért speciális helyzet, inkább a régi klasszikus élményekről tudunk mesélni. Egyrészt két végletet mondok, például játszottam olyan ázsiai koncertteremben, ahol hostessek voltak beállítva a nézők közé, és nem azért, hogy hát hogy mondjam így, azt figyeljék, hogy ne kamerázzanak, hanem effektív, hogy ne telefonáljanak, tehát ott annyira a kultúra ott egy kicsit más volt, mint például Londonban, ahol egy alternatív popzenekarommal, a The Unbending Trees-zel léptem föl, és ott egy rendes pubban is teljes csönd tilalom volt, tehát nagyon szélsőséges ez a dolog. Én egyébként láttam azt a videót, amiben egy ilyen hány zongora verseny zavart meg ez a mobiltelefon. Pont erről beszéltünk, igen, az előbb, igen, ezt be is mutattuk. Igen, az egy, szerintem egyébként jót is fog tenni a zongora művész népszerűségének, de azt gondolom, hogy többféleképpen lehet lereagálni egy ilyen helyzetet. Ő annyira megdöbbent, hogy nagyon szigorú volt, és az egész közönséget egy picit szerintem így sarokba állította. Ezt ilyen játékosabb formában is lehet szerintem fogadni, például az olyan is hallottam, hogy valaki elkezdte játszani ezt a tipikus csengő hangot. Azt láttam azt a videót, az szenzációs, nem emlékszem pontosan, azt hiszem valaki fuvolázik, vagy valamit előad, és megszólal egy telefon, és elkezdi szinkronba fújni a telefonnal, mintha válaszolna a telefonnal. És akkor van egy ilyen dallam, ez a klasszik dallam, amit ugye megismersz, lefújja, akkor a dallam vált, ő is fújja, és beszélget a telefonnál, és sír rajta a közönség, szenzációs. Igen. Én azt gondolom, hogy akármennyire is klasszikus és komoly zenéről beszélünk, azért itt is a közönség az első, és a szórakoztatás, tehát nem nyílik a színpadon megsértődni, vagy hisztizni, akkor, még akkor is, hogyha természetesen ez egy zavaró dolog, én nekem szimpatikusabb az a megoldás, hogyha ebből valamifajta viccet csinálunk, föloldjuk ezt a feszültséget, és akkor a közönség egy plusz élménnyel megy haza, mint hogy ez a lefagyott csönd, amit ott a videóban láttam, szerintem az egyébként mindenkinek kellemetlen, még annak is, aki ott ül és nem hibás, egy kicsit úgy érzi magát szerintem a közönség, hogy részese ennek a... Igen, a zenészek arcán döbbenet van, tehát ők se hiszik el, hogy ez megszólalt, ugye néznek, nyilván gondolom a zongorista, ő vezeti a zenekart, vagy ő adja abba, mindenki megáll, és néznek, hogy most mi legyen. Csak megáll a zongor, és akkor mindenki megáll. Senki nem tudja, hogy mi van. Mondjuk azt a pillantást, amit ott a hegedűs arcán látni, az a lenéző, azt a gyakorolnám se tudnám reprodukálni. Óriási, hogy ott is az a felháborodás ült ki az arcára. Mondom, én különböző emberek vagyunk, különbözőképpen... Neked ragyom, már volt ilyen konkrétan, Balázs, hogy megszólalt valakinek, vagy akár neked? Nálam az már megint. Nem hiszem el, hogy megint nézd az MSZ. Hát nézd meg, tegnap a Nógrád, de most nem beszélt semmiről. Most nem mondott semmi rosszat. Miért mondták ki őt a forgalomban? Mit tudhat? Aztán tegnap a Nógrádinak egy pici pörös pojt jelent meg a feje tetején, érted, és ő lehet, hogy most... Anna, tekerj már a Kossuthra. Lehet, hogy most ez a szokás, hogy akivel mi beszélünk, az fővi a Kossuth is, és azonnal interjút ad a Kossuthtól. Mert tegnap a Nógrád, amikor itt megszakadt, átment a Kossuthra.
és ott beszél 10 percet. Lehet, hogy a Havasi is most a Kossuthon lesz? A Kossuth tudja bontani a mi vonalunkat. Hát azért... Ki mit csinálnak ezek a Kossuth rádióval? Vagy féltékeny rá Richard Kleiderman, és elvágta a vonalat. Halló, halló! Hello! Na, itt igen, vagyunk. Bocsánat, itt vagyok. Szóval megváltozott az elmúlt időszakban a helyzet, ugyanis én mindig hangosítást használok, és most először egy olyan régi vágyamat is fogom megvalósítani évvégén. Mindannyian, akik szülők vagyunk, és van kisgyerek. Ez a rohadt Kleiderman. Balázs, én lecserélném a telefon, nézd, nem tudom mi az éves költségvetésetek, de lehet, hogy egy új telefont lehet, hogy vennék, vagy nem tudom. Pedig a felevigyel biztos nagyon jó sztori. Én most már ezt kezdtem el ráfűzni, most kezdtem felpörögni, komolyan mondom, hogy ha nem tudom meg az a sztorinak a végét, én nem megyek el, most maradok a garanyán. Várjuk meg, hogy mi lesz. Teszel még egy reménytelen kísérletet, Anna? Elég, ha a sztorit elmondja, aztán megszakadhat, szegény. Itt vagy, Balázs? Haló? Haló? Na, mit csinálsz? Jól működik a fülizmod, amivel kinyomod, vagy mit csinálsz? Nem csináltam semmit. De mindegy, tehát azt gondolom, hogy a gyerekek, a szülők is nagyon félelem, hogy gyerekeket emiatt a szituáció miatt nem szeretnek elvinni koncertekre, vagy komoly zenei koncertekre. Én pont azt akartam már régóta megvalósítani, hogy egy nagy kihangosítással, mondjuk egy aréna koncertnél, igenis el tudjanak jönni azok a kicsit is, akik egyébként szeretik otthon hallgatni, mert beteszik neki DVD-n, stb. Balázs, értem, hogy promózzuk a koncertedet, ez egyébként semmi baj, teret hagyok neki, hogyha a beszélgetés végén elmond. Visszatérve az eredeti kérdésre, volt-e olyan, hogy neked koncerten megszólalt a telefon, vagy igen, bárki, vagy nem? Vagy bárkinek a közönség soraiból? Ígérem, a végén elmondhatod még azt is, hogy mikor lesz a koncertet, ha szeretnéd. Csak azt akarom, hogy az elmúlt 5 évben, Miki, én a szólozongra koncerteket is kihangosítással jártam, tehát én ezt meg se hallanám. Ja, tehát, hogy ezt meg se, aha, tehát, hogy nem hallod. Hát én abszolút semmit nem hallok. Sokszor fülmonitor van a fülünkben, tehát azért akartam ezt elmondani, hogy mi nem hallunk semmit. Tehát abszolút, még a bekiabálásokat sem. Ahhoz, hogy a tapsot az ember hallja, ott is kivesszük azt a fülhallgatót a fülünkből. Úgyhogy ilyen értelemben az elmúlt 5 évben nem tudok beszámolni ilyen élményről. Régről vannak olyan élményeim egyébként. Hát minket úgy neveltek még a zeneiskolában, hogy bármi történik, a játékot azt folytatni kell. Tehát, és ott voltak olyan tanárnénik, akik a vizsgán emlékszem, hát két dolog volt, az egyik a narancspucolás, azt tudom, hogy hát ők nagyon szerették, az nem volt olyan nagy hangod, a mentolos cukor, az mi, hogy a bontogatás és a zacskó zörgetés. Én leestem egy-két mi az a narancspucolás? Tehát, hogy így edzettek benneteket, hogy narancsot pucoltak mellettetek, mert a szörnyű kínzás. Két havonta vizsgáink voltak, és ott ki kellett állni, és ott voltak idősebb tanár nők, akik ott különböző ilyen hát mentolos cukort a zörgésék, nagyon jól tudtuk már, hogy milyen zörgés kihez tartozik, tehát azt is tudtuk, hogy ki az, aki most éppen valamit csinál. Mi úgy lettünk tanítva, és ez egyébként eléggé meg is szokja az ember, hogy gyakorlatilag ezeket nem is hallott. Így van, mert mennie kell tovább a show-nak, ahogy a Queen is éneki, We Will Rock You, ugye? Balázs, mielőtt megszakad, mikor lesz a koncertet? Csak ígértem, hogy el is rákérdezünk. Hát, ha még a hallgatók nem tudnák, december 21-én lesz, de amit izgalmasabbnak tartok a délutáni előadás, hogy gyerekek is jöhetnek, nem fogják megzavarni az előadást, nem zavarják a zenészeket, mert nagy hangosítás van. Tehát de miért az estiről ki vannak tiltva a gyerekek? Nincsenek kitiltva, csak ugye egyrészt ugye nyilvánvalóan praktikusabb délután kell egy kisebb gyereket, másrészt meg ő inkább azt gondolom, hogy az a félelem, ami a szülőkből van, hogy mi van, hogyha beletapszol, vagy kérdez valamit, az semmi az gyerek, egy gyerek hadd kérdezni. Nem fog semmi történni, de hogy nem is zavarja meg a zenészeket, és ez nagyon fontos szerintem, hogy ezt tudják. Köszönjük szépen, Balázs, hogy ezeket elmondtad. Szépen. Vigyázz magadra. Ciao, hello, Havasi Balázsnak, köszönjük szépen. Várjatok, ha minden igaz, akkor megtaláltam azt a linket, ahol visszafúj, figyeld. Elegáns, bölcs, nyitott, minden újra, tiszteli a... Jó, ez egy pit magamról egyet mondat. És még se te jó, na jó, hát ezt most nem mondhatom én. Várjad, ez a reklám át kell ugrani, várjál. Mindjárt ugrom. Azt mondjátok már meg nekem, tudom, de én levegyük egy picit maradva, hogyha nem akarom végignézni a reklámot, akkor miért írek egy 3 másodperc múlva, hogy azért picit nézzek meg belőle? Ha úgyis átugrom, akkor miért nem léphetem át egyből? Hát pont ezért, tök jogos. 3 másodpercnél már benne vagy a nézettségben. Tehát és akkor már hát, ha ott maradok? Hát igen, akkor igen? Azt tudod, lement 3 másodperc, most még van. Most már megnézem. Persze. Uh-huh. Meg lehet, hogy a statisztikába beleszámít, hogy azonnal klikkelt, vagy 3 másodpercet várt. Na, egy hegedű művész koncertjén vagyunk, egyedül van a színpadon.
én is nézni. Mindjárt jön. Egy kis kultúra, ne utáld. Egyszer ismertem egy hegedűs lányt. Csak ismerem az eredetét, 40 perc. Én nem tudtok egy kicsit csöndben maradni. De hallgat, csak dumálhatod. A kultúrát baltával gyilkolod. Szakbarbárok vagytok. Hát komoly zene, hát végre. Te is Rimszkij-Korszakovra altatsz otthon. Istenem, hát. Szerdő János, kérem, hagyja el az előadó termet. Én a délutáni gyerekkoncertre megyek, Valaki ezt a linket küldte, nem nézte meg, hát lehet, hogy nem is lesz. Jó, várjál, meg lesz, itt lesz. Most már megvárjuk. Ezt így kell kezelni. Azért ez jó, nem? Nagyon, ez jó, ezért jó. De az előtte való darabot milyen szépen játszottam. Meghallgatjuk még egyszer? Igen, igen. Rengeteg SMS jött, hogy kinek milyen pillanatban szólalt meg váratlanul a telefonja. A legnépszerűbb sajnos a temetés egyébként. Tehát ott rengeteg ilyen SMS jön. Úgyhogy ezeket mindjárt beolvassuk. 9:30 van pontosan, jövünk az SMS-ekkel és a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 9:50 múlt pontosan 7 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Ugye váratlanul megszólalt mobiltelefonokról beszélgettünk itt a reklám előtt. Felhívtuk Havasi Balást, nagyon helyes volt, nem tudom, hogy miért, neki nem volt ilyen története, elmondta, hogy gyerekek is mentek a koncertjére. Balást imádjuk egyébként. Így van, jó volt vele dumálni. Igen, igen, igen. És ugye arra kértük a hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk olyan történeteket, amikor váratlanul megszólalt a telefon. Hát a legnépszerűbb az a temetés és a kukoricalopás. Elképesztő, hogy milyen pillanatokban tud megszólalni. Kukoricalopás közben szólalt meg a mobil, a csősz meg 20 méterre elkapott minket, írja egy hallgató. Na, és akkor nézzük a temetős SMS-eket, mert hogy szinte csak ez jön, vagy szülés, vagy temetés. Nekem szülés közben telefonált a doki, a szilveszteri partit beszélt el a valakivel. Nekem közben a lábam az égben, vöröslik a fejem, mert nyomom ki magamból a gyereket. De abban a pillanatban nem érdekelt, hogy a cigány kerekezhetett is volna. Puszi Csilla. Apukám kollégájának a temetése megszólalt a telefonja nagy hó-hó horgász csengő hanggal, kellemetlen volt. Sziasztok, templom áhítat, apu telefonján nyerít a ló. Döbbenet. Hírja. Temetésen voltunk, és megszólalt a rózsaszín párdut zenéje. A pap meg beszólt, hogy Szent Szivar, mi van, filmforgatáson vagyunk, vagy temetés? Szent Szivar, de jó. Sziasztok, apukám, májusi templomi esküvén a papnak kezdett el csörögni a telefonja, amikor felemelt kézzel mondta épp a pap, hogy téged kérlek, Istenem. Fel van véve videóra. Sírtunk a röhögéstől. Temetése megszólalt a nagybácsi telefonja klasszikus majom röhögős csengő hanggal, az is kellemetlen volt. Nekem aktus közben szólalt meg a telefonom, miközben a feleségem hívott. Jó, hogy klasszikus. Császármetszés közben engem műtöttek, szinte megállás nélkül csörgött a dokim telefonja. A Shrekből a Halleluja csöngéssel. Mindenki örült a kisfiam érkezésének. Jó vagytok, puszi. Engem pénteken császároztak a dokinak, mikor neki kezdett volna megcsörrent a telefonja. Ő jó fej volt, és lepasszolta, hogy nem ér rá, nem vette föl. Temetésen egy nőnek mulatos zenével szólalt meg a telefonja, elkezdte beleüvölteni, és azt is közben kiabált, hogy Rózsika, most nem érek rá, temetésen vagyok, később átmegyek hozzád. Előtte meg arra, hogy első fel. Rózsika, nem érek. Rózsika, nem érek a temetésre vagyok, később átmegyek hozzá. Atya úristen. Lelkész vagyok, írja egy másik hallgató. Temetés közben megszólalt a gyászoló családban a telefon, és valaki fel is vette. Megvártam. Ha persze, beszéljük meg. A hallott már nem siet, nem? Hát, szegény. A férjem temetésén megszólalt a szomszéd telefonja, a hupikék, törpikék csengő hangon, írja Erzsé. Az egyik ismerősömnek a ravatalozóban szólalt meg, a Poker Face. Azért, én mondtam, hogy a temetés lesz a legnépszerűbb, ez szinte váratolat egyébként. Igen. Na jó. Mondjuk nekem ez a rózsikás. A rózsika a temetésen vagyok, később átmegyek. Nem érek rá.
temetése vagyok, később átmegy. De lelkiismeretes, ő később átmegy. Bocsánat, én mondtam neki, hogy idejön. Mikor veszed le ezt a cipzárt a fejedről? Most már gyorsan. Jó. Nem mindig rád nézek, és tényleg, mint a Ricsi Bóczel eset. Húzd be a cipzát. Be akarom húzni a cipzát. 3:10 múlt pontosan 4 perccel. Nem lettél szebb, azt kell mondjam, lekerült a cipzára Jani arcáról. Most úgy nézel ki, mint egy pigment hiányos Ricsi Bóc. Igen, Ricsi Bóc, az konstans. Kicsit D-vitamin szedjél össze, menj el napra egy kicsit. Mi? Ez még jobb? Ez sokkal, mert ugye természetes úton nincs az ember arcán cipzár, ugye? Igen. Tehát amikor így rád néztem az előbb, akkor nagyon jó meg volt csinálva, szétnyílva, de így meg azt gondolod, hogy eltoknyoltál a babe. Igen, hogy elestem a favóval. Vagy a favorit bicikliddel, és valami furcsa oknál fogva szétnyílt az a... Vagy elvittél motorozni, és hogy hívják így, az egyik lábam fennakadt, és húztál egy kicsit magam után. Igaz, hogy megy! Jó! Adni, hol az arcod? Ezt nem láttam még múlt héten. Onnyit elődik. Megy nálunk közben a tévé. Na, fájdalmas, érzékeny, búcsút veszünk. Ricsi Bohoztól. Ricsi Bohoztól, aki itt ül velem szemben, szétnyírt arccal. Igen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Kristóf Barbara maszkmesternek, hogy velünk töltötte a reggelt, és megcsinálta Ricsi Bohorc különböző fázisait. Ezt majd megnézhetitek amúgy a Facebookon, meg az E-Optikának, akiknek ezeket a nagyszerű kontaktlencséket köszönhetjük, amit a Feri az egyiket viszonylag egyszerűen, a másikat pedig azután, hogy 2-3-szor érintkezett a Metlahival sikerült be applikálni a szemembe, marha jól néztek ki. De letakarítottam mind a kétszer. Tökéletesek lettek, viszont valaki lenyúlt a bentről a fürdőszobából, a mosdóból, nem, a kontaktlencse tartott. De azt nem tudod használni még egyszer, azt a föltépőséget. Nem, van még egy. Ja, volt profi. Egy másik, gratulálom. Ügyes. Hát azt gondoltam, ha már ott van a kontaktlencse. Hozzad vissza, mert Ricsi Bohóc érted megy. Ricsi Bohóc megtalál, igen. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Ha fölveszi és mondja, hogy morning show, akkor övi az ajándékcsomag, ha nem, akkor nincs. Bányakánya. Ilyeneket vasárnap csüsséna. Hallod-e tényleg? Ne, hogy kiégél. Feri, ez vasárnap este már. Várjál, hogy is mondtam, bányakánya. Ezen a héten nem volt szerencsénk a nap hallgatójával, ugye? Nem. Most fogja? Nem merik. Erre nem veszed föl. Én csak azt mondom, hogy most. Tehát ez az, ami de most. De nem az előző, nem az volt. Hát ja, hogy ami most jön? Nem. Ja, érd, azt most hiszem, ez. Erre gondolsz. Nem. Ja. Figyelj. De hülye vagyok, nem ez. Ja, ez, ami most jön. Persze. Hülye vagyok, mindig félre. De akkor nem ez? Nem ez az, ami most, hanem... Te hülye vagyok. Érted. Tök igazad van, nem figyeltem rá, hogy akkor ez most. Ez. Ja, jó. Melyik? Mi melyik? Nincs. Na, valahogy ezen a héten nem vagyunk túl szerencsések. Receptügyben tudom, hogy tegnap sokáig műsort vezettél. Elcsesztem. Meg kell mondanom őszintén. Dehogyis, hát éjfélig dolgoztál. Hát ne ostorozz magad. Jó, az igaz, de azt meg tudtam volna csinálni még tegnap előtt is a dolgot, de lusta voltam, mondom, még szerdán összedobok egyet, befotózom, és akkor meg lesz. Egy nagyon kedves barátunknak mentem el a meghívására, úgy volt, hogy este 7-kor, 8-kor véget ér, hazamegyek, mondom 9-től neki egy egyszerű kaját, így hónap végére összedobok. Hát 11 után már otthon is voltam. Úgyhogy bocs mindenkitől, jövő héten 2 lesz. Mi lett volna a sáfrányos papár? Nem, azt találtam ki, hogy hónap vége van, ilyenkor már nincs pénz, és van a népszerű gyerekdal az egy tál dödölle, amiről nem sokan tudják, hogy az egyébként egy marha jó kaja. És gyakorlatilag olyan 800 forintból meg tudsz etetni 5 embert. De ha egy tál dödő lehettél belőle? Persze, hettem volna, hogyha megcsináltam. Jó, de nagyon figyel azokra a tyúkokra, hogy nehogy bemenjen a kertbe, megeszik a magot. Te pedig hozhatál volna egy nagyon egyszerű ételt, egy frissen, gyorsan elkészíthetőt a nyers töklámpást szomszéd fejével töltelve. Hát az nem volt. Mondom, most kimegyek a piacra, veszek egy nagyobb tököt, és azt is kifaragjuk, hogy így fognak állni egymás mellett. Tehát jövő hét dödöle? Hát nem tudom, hogy dödöle lesz, de lehet, hogy ezt megcsinálom. Még. Egyébként imádom. De csinálják többféleképpen, hagymás, meg tejfölös, túrós. Hát az alap maga az ugye csak a főt krumpli, a saját levével össze kell törnöd, utána liszt, úgyhogy közben melegszik a lábas, és utána, ha akarsz hozzá, akkor szalonna, lehet hozzá tenni azt is kisütve, lehet hozzá tejfőt, lehet a hagymát. Én hagymáson fokhagymás tejfőlel imádom. Hú, de lehet egyébként édesen is enni. Hú, nagyon finom kaja. Úgyhogy ezt akar. Erőt eszembe, mindjárt ebéd. Hát 10 óra ezzel perc múlva, ne rajj. Hát akkor
most akkor miben maradtunk, hogy akkor fölteszel holnap egyet? Vagy akkor jövő hét? Nem, még ma is föltehetem. De én tudok föltenni a miénkre. Akkor jövő hét. Átküldöm a Lacinak. Jó. Hadd örüljön. Igen. El legyen jövő hét, szerintem a Laci most nem tudja föltenni. Jó van, Csabink még nincsen. Garami Gábor van. Tőle lehet dalt kérni. Egész nyugodtan. És akkor jövünk. Mikor? Hétfőn? Hétfőn. Ez volt az utolsó ünnep az évben, karácsony előtt már nincs több nagyon, ugye? November, december, most már csak a karácsonyi nagyszünet van majd. Igen, és az is olyan furi, hogy hétfő még 23, 24, és akkor január 1-e az a következő hét szerdára esik, és akkor ott biztos nagyon sokan azt az egy napot előtte, meg utána azt a kettőt kilövik a világűrbe, hogy pihenjenek. És ehhez a kritikus tömeghez csatlakozunk majd mi is, mert ebben biztos lehet. Balázs Feri és Ricsi Bohóc. Balázs Feri és a szégyét alcú Ricsi Bohóc. A január 2-t és a 3-at, ami csütörtök és péntek, mintegy meghosszabbítva a karácsonyi szünetet. Igen, azért az meleg, hogy október 31-én, január 6-ai kezdésről beszélgetünk, nem? Igen. Kicsit keresik a fényt az alagút végén. Jó, de azért a mi mentségünkre legyen szólva, azért a körülbelül mindenki egy 15 napot átgörget a jövőbe, mert nem vettük ki, végig toltuk elég becsületesen az évet, úgyhogy olyan nagyon-nagyon... Mi van, már be se ülsz? De. Mondj valami nem vicceset. Csak hát, én csak olyat tudok. Tehát én egész évben csak olyat tudok. De azt stabilan. Tudsz valamit a báziról? Tényleg, hol telik a szabja? Szerintem az iskola szünet miatt, hogy a gyerekekkel lehessen. De hát ezt tegnap is megbeszéltük, tehát mára nem tudok új dolgot mondani, vagy lehet, hogy futóversenyen indul, amilyen egész napos, egész hetes futóverseny, hipermaraton, nem tudom, ezt minek hívják. Figyelj, és amikor te, ugye neked teljesen fordított a munkarendet, mert hogy te hétvégén dolgozom, igen, amikor pihen, viszont neked az egész hétköznap, vagy minden hétköznap az a szüneti nap, akkor mit csinálsz? Igen. Akkor szoktam sportolni, de zenélni, jó. A zenekari koncerteket szervezem, Ferenc leveleire válaszolok nagyon gyorsan. Ugye, hát nekem a főnök, nem úgy gondolom, hanem hogy mondom, mikor írom a naptárba az időpontokat. Igaz. Nagyon elfoglalt vagyok hétközben, tényleg. Nem. De már nem csajozol. De hát ugye, ahogy a hét elején megbeszéltük, most feleséget keresek, mert kiderült, hogy akik házasságban élnek, vagy legalábbis kapcsolatban élnek, azok tovább élnek. Uh-huh. Vagy ahogy egy hallgató reagált rá, lehet, hogy nem tovább élnek, csak hosszabbnak tűnik. Akkor most ez az új dumád. Most ez, persze, igen. Most keresem a feleséget. Vagy annyi van? 45. Nézd, a Zsűl is egyedülálló. Hát, hogy föltesz egy parókát, nekem az is jó. Utána számoltál valaha? Minek? Hát a dicsőséglistának, hogy hány főből áll. Hát nem számoltam utána, de én elég későn kezdtem. Meg ő nem az jól belehúztál. Utána nagyon belehúztam, de nem, egyébként nem számoltam utána. De szerintem kettőtök, vagy nem is kettő, szerintem mindannyiótoknak van ilyen hosszú dicsőséglistája, mielőtt összeházasodtatok. Igen, de nekünk hármunknak van ilyen hosszú dicsőség. De hogy is, nem. Szerintem mindenki ugyanígy él, csak aztán megházasodott és abba hagyta. Vagy hát jó esetben nem hagyta abba. Vagy most hát rossz esetben nem hagyta abba. Igen, ez a Freud, igen. Igen. Igen, 45 még semmiről nem vagy lemaradva. Még 48-50 meg nem akarok ilyen Ernyei féle, vagy nem tudom kik azok, akik tudod, ilyen nagymenő aglegények, hogy jaj, ő még 60 az évesen is játsza. Az bocsánat. Jaj, ő már megházasodott. De hát mikor házasodott meg 60 éve? Most nem őt bántom. De csak azért nem mi a társadalmi elvárás. Tehát ha neked ez jó, és hát így akarsz megöregedni, azért nem-e, hogy mit gondolnak rólad? Pont ezért teszem, meg ezért élek így. Érted, most ne legyél szerény, Mr. Kartács, megszórtad az egész országot. Való biztos cselleng már egy-két garami gyerek. Úgy nem, arra nagyon vigyáztam. Vigyáztam? Nem tudok róla, de szerintem jelezték volna az érintett. Az érintett. Előbb-utóbb jelentkeztek volna, igen. Na jó van, Garami Gábor jön a kívánság műsorra, mi pedig jövünk hétfőn. Szép hétvégét mindenkinek, szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.